Az nem gyenge. Az azért jó volt, nem? Hát akkor üdvözlök még egyszer mindenkit. Tök jó volt, hogy ránéztem végre a chatre, és megláttuk, hogy nincs is bekapcsolva semmilyen hang. Na, hát igen, köszi Erikba, hogy szóltál, és végre ránéztem. Sziasztok, azt írják, nincsen hang! Aha, de most már van. Na, hát akkor elmondom még egyszer ezt is, de először azt, hogy ugye Gerinél meg Andisnál is lehet nézni a live-ot, tehát ő hozzá, ők náluk valószínűleg volt hang. És úgyhogy ő náluk is a saját szemszögükből lehet nézni. Ez volt a Néma live, igen, ez most felvágták a nyelvemet. Sziasztok! Nagy részt azért köszöntem szerintem mindenkinek. Hát ugye akikkel most kiegészült a szerver, ugye itt van velünk Banános Joe, és itt van Bóvi is, aki hát olyan régi új ismerősök, mert itt szoktak ők lenni a cseten főleg, de azért játszottunk is már velük, meg fogunk is. Úgyhogy, na hát akkor elmondom ezt még egyszer, ez ugye olyan szépen elmondtam, de elmondom még egyszer, mert mindenki hallotta, csak pont ti nem. Na, szóval ez Magornak a hordavárója, és hát ugye itt úgy működik, hogy ugye felszaladnak az emberkék. Na, hoppá, hogy most lehetett látni, hogy oda spawnolódtak a zöldek. Na, akkor mindjárt látni is fogjuk szerintem, hogy hogy fog működni. Tehát ugye felszaladnak, és ez ugye négy kis negyed blokkból áll ez a valami, tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy négy blokk erős, tehát négyszeres a blokk ereje, mert gyakorlatilag négy kis negyed. És ugye itt nem fognak leesni, mert így amikor odaállnak a szélére, elkezdik ütni a blokkokat, de közben őket is lehet pofozgatni szépen. És amikor leütnek itt két kis blokkot a négyből, akkor viszont lepotyognak, és akkor jön ez a fellefutkorászásos történet. De lényeg az, hogy itt nem fognak se kutyák bemenni, se semmi, tehát viszonylag biztonságos, csak viszont viszonylag kevesen, tehát egy-két, max. Három ember férhet el benne, több nem, tehát ugye ennyi a hátránya, tehát biztos mindenkinek csinálni kéne, de hát most már szerintem kell, hogy legyen hang. Na, hát, jó, most már van minden. Na hát, hogy nagyjából ez a lényeg, vártam volna, hogy hátra jönnek ide, de nincs bent a hordaváróba senki, hát úgy nem fognak bemenni. Nem, mert elég lassúak, meg a fiatalok már leszaladtak ide pofoszkodni. Én otthon sem vagyok. Hát van, aki azért próbál futkorászni. Jó, hát mindegy, majd meglátjuk, hogy ez hogy működik. Valamiért bonatottam, azért. Nem akarom eltörni a lábamat, azért se akarom. Csókolom, nővérke! Hoppá! Most se találjuk. Megint ne találjuk. Nézem, miért ilyen gyors ez a... Kis csaj, hát ez feláll ez is. Itt most már futkorásznak, igen. Ez honnan jön? Egészségükre. Hogy tudnak megütni már esés közben, tehát az... Mi ez a jogging? Hát levisszavettük a feráll futását joggingra. Hát meg fog ütni, ezt tuti meg fog. Eljövök itt mellettetek, gyerekek. Az a baj, hogy... És meg itt. Ess a falnak, babám. Jól tettem? Nem tudok ütni, nincs erő. Nem tudok ütni. Na. Ezzel meg főleg, megint nem tudok. Ott jó helyen vagy. Azért néha csak benyomnak egyet. Mondom, hogy átmérjük a szolvasóba. Agyon vernek ezek. Nincs semmi erőm. Jártányi erőm nincs. Akkor
Muszáj megvárni, hogy a stamina töltődjön, mert semmi erő nincs. Nem vagy top partiba? Azt szerintem abban vagyunk. És ő megüt, de hogy megy át a fején? Az ütés. De egymást sebezzétek meg. Na, nem fiszkáld a Mikulást, hagyd békén. Akkor ég forrad. Na, valahol rendőr van. Igen, megijeszgetnek itt a zombik. Szép csendben lootolok, nem is hallok lépéket. Jobbra fordulok, mert megütött valami, és aztán egyszer csak ott áll mellett, mint nagypapa. Szevasz, Ferenc! Szia, Feri! Nem jó ötlet egyedül lootolgatni házakat. Megütt, fogadjam. Andris, mi történt? De te csak lövöldözted őket, akkor hogy haltál meg, hogy csak lövöldöztél? Bugos vagyok, jó? Buborékos? Hát ez megüt, és én nem tudom. Hát átmegy rajta az ütésem. Amúgy igen, engem is visszakézbe ütött meg. Hogy nyaljósan disznólábú jött. Nem, ütsz meg. Jó. 600 euróval találkozunk, sziasztok. Hát ezt nem hiszem el. Jézusom! Ez annyira tetszik, hogy jön a ferálmam. Na. Úgy van, ugolj le. Nem tudom téged. Viszont a fejem. Ez is ferál, mindkettő ferál, nagyon jó. Mi az, hogy fölkelsz? Üzd már le! Lélegzel? Ez lehetetlen így. Ja? Party leader most nincs? Hogy ment oda be? Taktikák! Jézusom, rendőr, segítséget! Ez nem experimentál, igen. Tehát ugye újra újat kezdtünk, hogy ez most nem experimentál, és ezért nekünk nem a 17.1 van, hanem... Hanem 17-es. SOS. Ne kellj már törni. Hát de, na mindegy, hát ez lesz végül is a végleges. Majd valószínűleg ebből is átállítják majd, hogy... Valaki ráér, aki el tud jönni házat lootolni, nekem segíteni. Valószínűleg, most hogy ebből is... Ebből is lesz hát, majd, mondom, hogyha kiforják magukat. Nem szabad, ne nézzetek oda. Tehát gondolom, hogy lesz majd. Ezt nem tudjuk igazából, azt hiszem, hogy ez az, amit nem tudjuk, hogy kiépített ide, mert valaki ide épített egy ilyet, de ezt már tegnap este észrevették a többiek, és ez nem tudjuk, jó, hogy... Jó, készen felmondani, és hogy lehet oda be... Ja, ott alul van, csak akkor valahol van egy bejárat egész biztosan. Ja, itt a... Melyiknél vagy, amit most csináltam, máma? Jó, hát ezt... Sziasztok! Geri nem is live-ol? Geri, te most nem live-olsz végül akkor? Nem intottam magát teljesen. Ja, akkor valami problémája akadt, mert eddig úgy volt, hogy live-olni fog. Meghalt? Meghalt. Úristen, meghalt. Mindjárt föl kell. Magar, ha föl kell. Én komolyan mondom, unista lálom. Szia, Kata. Szia, Imi. Végül is egy kicsit. De mondom, így volt, jaj. Pár is. Elkezdtem kötözni magam, már kaptam is hátul a sarkot. Meg is nézem ezt a... Hát ezt most nem veretjük szét, mert ezt majd... majd ezt hordakor valaki ide bejön, mondjuk Magor lesz a valaki. Vagy Axel. Nem, hát én is akarok csinálni egyet. Mi hanyas szintű is vagyok, már nem is tudom, ja 39-et azért az is szépen jön. Jövünk itt felfele. Hát igen, itt Magor hozza itt ezeket a... meg, hát igen, ő 68-as, tehát azért az... Jaj, rendőr!
Remélem megkapja a szíjadat. Miért fut a rendőr? Nem is feláll a rendőr és hát, fut. Joe, nem tudom, hogy... szia Berik, szia Zsolti. Zsolt Game kérdezi, hogy Banán Zsó építette már valamit. Még nem nagyon, kezdetleges. De hát ő még, ugye még ma jött bejátszani, még nem olyan régen, tehát ő még valószínűleg nem. Fritz 20. Na én viszont majd egyébként szeretnék, hát azt mondja, hogy 12. nap. Valaki ráér esetleg, tudjon nekem segíteni? Hát mondjuk most horda biztos nem lesz, de mivel hát már most ugye úgy van, hogy... Na jó, majd oké. Okay. Ja, most úgy van, hogy lehet bejönni, játszani bármikor, tehát valószínűleg a horda az nem lesz dokumentálva most jelen pillanatban, a 14. napi. Tetszik, én is elmegyek még egy kis fát vágni. Mit csinál? Fát vágni. Hol vagy, mit kell segíteni? Kinek? Nekem? Neked. Itt látok sok fát. Jaj, házat úton, hogy most már hazamegyek, kipakolok akkor. Azt vigyél. Megveszek fel hílt. Tessék? Az este megnézzük bányát. Ezeket a fákat. Én magam vagyok a hílt. Máté, inkább kavicsot kéne ütni. Jó, csak előtte hazajövök. De jó volt az elején ez a némaság, most eszembe jutott így favágás közben, hogy néma gyereknek anyja se látja fától az erdőt, de... Kicsit beszélünk majd. Bobi, tetszik a Mikulás? Én annyi Mikulás. Hát a 17.1-ben én olvasgattam, hogy mik voltak, hát különféle dolgokat állítgattak benne, hogy mit tudom, a kutyák, farkasok erősebbek lettek, a zombik intelligenciáját megcsinálták, hogy nagyobbakat tudjanak ugrani meg, szóval sokféle ilyen állítgatás volt benne, főleg. Hoztam egy kétszeres igazából semmi értelmeset nem hozott a 11.1, de Axel beszélj róla, kérlek. Ruhákban de ezt, én ezt mondtam az előbb, hogy én végigolvastam, hogy miket módosítottak, de tehát ilyen kis optimizálgatás, akkor írták a legutolsó pont például az volt. Hát bizonyos tekintetben volt, hogy dolgokon erősítettek, volt, hogy gyengítettek, de például az utolsó pont az volt, hogy valami, tehát hogy a hálózati, tehát nem tudom, valamit változtattak, nem is érdekes, csak ettől, hogy a számítógépes hálózat, vagy ilyen adatforgalom kevesebb lesz, és akkor ettől is optimizáltabb, hogy nem tudom, tehát ilyesmi, de aztán, hogy ez pontosan mit mit okoz. Jaj, cica. Gyere, beszélgessünk. Van egy szép sárga biciklim, eladó. Én meg rókára szartam vért. Nem akarja megvenni, úgy látom. Megveszem. Nem akarja. Ez az nem AB pozitív vér, nem tudom, hogy jó-e neki, de... Teljes mértékben. Tökre mindig most jó lesz. Azokat a fákat is megnézzük ott lent. Most csak egy litert kaptál tőlem, mert most nem volt kapacitásom többre. Az elég bőven. A festék hova megy? Segédépítősbe? Nem. Már mint milyen festék? Sem akik festék vagy? Nem. Vendégek vannak Gerinél, hát akkor úgy látom programváltozáson. De Andrisnál viszont még megy. Feltehetőleg. Kutyúvitas akartam mondani. Az nem semmi, trader 1,4 km. Hát nem. Nekem 5,7 km. Igen, van, hát evésivás, sok kis apróság, tehát volt ott sok pont, amiben változtattak, csak én is mondom, így olvasgattam, hogy igazából, ilyen, akkor voltak olyan is, hogy
nem tudom már milyen fa, nem tudom micsodát, hogy azt is most már nem kell hozzá ez a körfű rész, hanem azt már lehet simán craftolni. Hát van ilyen apróságok, de ez amiatt nem kell új mapot kezdeni valószínűleg, mert olyan dolgok nem voltak. De csak valószínűleg. Nem, hát gondolom, hogy nem. Ja, hogy itt van, mert... Pedig engedj ez a karakter, mert nem azért mondom. Hát tegyél ellenek. Életét nem tudom meghosszabbítani. Máté, hol emlegetted azt a ketteszkópot? Modokban van. Akkor én hogy tudnak ezek megütni, ezt annyira kíváncsi lennék. És meg átütök, átmegy rajta az ütés. Ilyet? Nem jó így verekedni. Róka, csapolsz egyet? Nem olyan izgalmas. Mit szeretnél, Andris? Csapolsz egyet? Vakuljon meg a szomszéd lova, ha értettem. Csapolsz egyet? Majd igen. Egyelőre most kipakolok. Ennyi fel van, ennyi. Szóval nekem kellene, hogy csináljak. Én is megpróbálok itt csinálni valamiket. Mi ez a sok halacska? Vagy... Igen, Zsolti. A dupla ütést javították? Így hát azt nem tudom. Mi még duplát ütünk, szóval nekünk még, itt még nem változok. Ja, 5-5. Hát sajnos igen, 5 játékost irat itt kifelül, az se változtattak még. Többieket sajnos nem lehet így megnézni. Szia, Vidra! Hát igen, valamiért, de viszont lag, tehát így Szerón lag van, tehát azért ezt itt sajnos érezzük, hogy itt a szerveren. Tehát ez sajnos ebből nagyon is adódik, ezekből a lagból, ami van. Na, én megnézem már, mi is kéne nekem. Kellene... Szerintem ez kéne, és akkor megnézzük, amennyit tudok belőle csinálni. Hát nem tudom, hogy mennyi kell belőle, de szerintem elkezdek csinálni. Csinálok belőle először 100-at, és akkor majd meglátjuk, hogy mennyi kell, nem tudom. De azért még azért keresek valami nagyobb bacska fákat, amik már kinőttek. Ugye nem mindegy, milyen fákat ütünk ki, mert vannak, amik, ugye ezek fejlődnek, ezek a fák, ugye én is visszaültetem, és nem mindegy, hogy milyen az a fa. Érdemesebb olyat kiütni, ami már ilyen nagyobb bacska. Ez ugye 1200-as, lehetett látni, csak ugye vannak a kis vékonykák, azokat hagyni szoktuk, hadd nőjön még. Hadd nőjön, hadd növekedjen. Itt van Mikey úr is. Na, hello. Szia, Mikey! A nagy professzor. Mondaná erre Miklós, hogy hal szemoptika. Ja, hát nem úgy mondaná, mondta is, ott van, jól van. Azért, hogy még azt nem láttam, Vidra, még azt nem láttam, de majd megnézem. Szoktam nézni a videóidat, de azt most lehet, hogy nem. Vagy lehet, hogy vajon csak a fagyis, az nem most összekevertem, mert volt egy fagyis videó, de az tegnap előtt, vagy valamelyik nap volt, tehát az egy olyat láttam, csak azt hittem, hogy most csináltál újat, mert mostanában nekiálltál, aztán csinálod itt az új kis klippeket. Még nézzük ezt a fát is. Arts Energy a vesénbe látt. Aha, hát tudom, ismerem én már, jó madár. Ja, de ő mindig nem jött játszani, és felhább. Mi ez a padány? Ez nem is van. Kitakaríthatom a ház belülről? Nem csak ki. Szerintem a fürdőszobát meg a WC-t is nyugodtan. Adunk hozzá fogkefét, mint a katonaságnál. Az újoncoknak. És akkor lehet WC-t takarítani. Jó, nem is tudom mennyi. Fám lett ez így jó, mert... ugye maradt is, mondjuk követ, azt ott van egy kő, ugye? Róka, mit csináltál? Vagy mi történt? Ej, mi a kő? Még akkor ezt is legyen egy kis
De még nem is csapott nekem sört. Üssünk követ is. Lett, látjátok, lámpácskás sapkácskám. Ez most magyarul. Miért vagyok olyan bolond, hogy este jövök körülnézni? Nem is tudom. Ciao, Balázs! Hát még akkor viszek egy kis követ. Jöhet meg a vadba amúgy. Szia, Sándor! Ma nem maradt egy jó kis pizzázásra melóban. Hát jó, az magányosan is, csak hogy Feri írja, hogy magányos farkas, csak hát akkor viszont nem is kell szerveren játszani, akkor azt lehet single playerben is, de hát ennek ugye pont az a lényege, hogy együtt vagyunk, de hát azt valahogy meg lehet találni azt a középutat, hogy együtt is vagyunk, meg külön is vagyunk, tehát azért, hogy Blatti mi is... egy partit kérnek szépen. Tehát nekünk is ugye ott van a kis bázisunk, a kohók, meg mi egymás úgy egy helyen, de azért mindenki köszöntem. Építi a saját kis dolgait. Tehát, sőt, hogy azért úgy én is viszek haza vasat például, hogy legyen, tudjak csinálni ezt, azt, amaszt, tehát, hogy azért megtermelem magamnak, vagy hogy közösen tudjunk enni, szóval ilyen dolgokat azért. De miért halok meg mindig? Mérgezett volt a sör. Azt hagyján, de merre lakunk mi? Nem, az volt mérgező, hogy nem kaptam. De most, hogy Róka visszatért, így lehet, hogy kapok. Na? Ó, de szuper. Jól lehet látni. Ne bizakodó vagy. Mi legyek? Én szívesen csakolok neked. Hol vagy, Andris? Tőled nem kell, hagyjál nekem. Nekem Rókától. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Szia, Dark. Hello. Na, visszajöttem, mert végeztünk a gépszereléssel. Bovi, segíts nekem. Megjött a pluszra, meg a két hűtőm is megjött, hogy most már nem lesz bajom semmivel sem, főleg az árka. Tudja, hogy ezt sem tudom, hogy merről, de ez az oldalja, ez a másik oldala. Hú, de sötét van. Hozzak neked ügyvédeket, érdekelnek? Mindkett nagyon vidám hangulatában van. Azt találtam, hol vagyok. Na szóval ide feljönnek, és ugye itt nem tudnak leesni. Mert itt van ez a, de ez tulajdonképpen négy blokk, ez ugye négy darab negyed blokk van így hogy egymásba meg, fordítva. És azért haldok. Igaz, hogy ütik, de elég erős. Viszont ahogy ezt a két blokkot innen leütik, a két külsőt, onnantól már viszont leesnek. És akkor elindul a körbe-körbe futkározás. Tehát így ez a terv, úgyhogy ezt majd kipróbálják élőbe. Mit szólsz hozzá? Hát az biztos sokféleképpen lehet multiba játszani, csak hát hogyha az ember csak úgy elmegy a világ zajától, elhúzódik és csak egyedül csinálja, akkor annyi erővel lehet single playerbe is, ha már annyira. Tehát, hogy de mindenki persze úgy játszik, ahogy akar. Én eldöntöttem, akkor szerintem nem megyek sehova, kész. Hát most se vagy itt velem. Miért tudom, hogy hol vagy? Te már nem vagy itt. Itt világítok. Nem ezt még egyszer. Róka, csip meg, rúg meg, harap meg. Építős, várjunk. Nem, fegyver. Fegyver, craftba, ezeket. Én nem barátkozom, majd Róka ez barátkozom. Ez megy az olvasztósba. Meg egy kis aréna van a GTA-ba. Ezt viszont beolvasztom, és akkor ebből, sőt, hát először a tojást kihajítom. Esküszöm, én hoztam. Esküszöm, hogy nem fizettem neki, hogy ide jöjjön. Hol van? Valahol legyen. Ez a pia, kajábbra a kis tojáskákat. Jó, van nálam 8 darab fa, itt maradt a fa mag. Andris, nem kell így, mert tovább ezeket. Hát na mindegy, jó, hát majd látjuk akkor, hogy mennyi. Meglátjuk, hogy ebből mennyi lesz.
Na most már így jól van. Mert nekem kellene... Kellene ilyen. És ez... Ja, nem is ilyen kéne, várjatok. Nem, ebből nekem sima kis vasat kéne kilevessek. Most gondolkozom, hogy ebből nekem majd sima vasat kellene majd... Jaja, na ezt meg is várom. Szerintos, ez van a ládában. De nem is azért, csak én magamnak itt állítom elő, csak mert nem akarom az egészet felupgrade-elni, tehát fából lesz, csak bizonyos részei lesznek így felerősítve egyenlőre vasból, tehát mert nem megvan, hogy melyik oldalát ütik, ha ütik, és a többit nem, és akkor a többit azt nem is egyenlőre nem akarom piszkálni. Jó, de kis szerencsével holnap csináljuk az acélt, azért nem kéne kohót lőni. Ja, de én csak amit beleteszek, sima vasként ki is veszem. Tehát én most tettem bele valamennyit, amennyit kibányáztam, és akkor ezt meg... A ládában van vas. Oké, csak hát én magam állítom elő. Megyünk lopni, megyünk lopni. Kérdezi Feri, hogyha leütik a negyed blokkokat, nem tudnak beugrani? Nem tudnak, mert ez direkt így lett kitalálva, tehát hogy akkor pont annyival kerülnek közelebb, hogy akkor leesnek. És akkor még mindig egyébként van ott még két blokk, tehát hogyha néha még esés közben oda csapnak egyet, mert olyan előfordul, de akkor is gyakorlatilag biztos kevés lesz. Szóval akkor gyakorlatilag még mindig sokat kibír a holdaváró. Mert ki, hát az gyakorlatilag négy blokk, és az egymásba fordítva, és azért az úgy sokat kibír azért. Ezt üthetik. Valóban biztosan szeretne régen múlt dolgaimat. Jó, ez nem baj az. Nem baj, az hadd készüljen egy kicsit. Így van, hanem... Majd valami helyet kéne ott keríteni valahol. Jaj, én nagyon nem kérném. Szóval Letti, kérek pizzát, igen. Én a pizzáztam, ne lóba. Mit csináltál? Ó, oh, vidra, köszi. De azért a tanulás az első. Igen, ám. Andris. Mi is sokat hallgattuk ezt a sok hülyeséget, hogy a tanulás az első. Hát, én is nem tudom, hányszor hallottam már elég sokszor. És üdvözlöm a nézőket, mint új. Hát jó, nyilván egyébként együttélésnek is megvannak a szépségei, előnyei, hátrányai, de hát azért az nem, az egy olyan dolog, hogy na hát valamiért nyilván Redi is mindig, hogyha példaként felhozzuk, tehát ő is valamiért mindig külön szeretett költözni, de azért nyilván ott van többiektől, nem tudom, x távolságra, csak azért, hogy azért mégis ott van, mert azért ő is szereti, hogyha valamit elkezd ládába betesz, akkor nem jön valaki, hogy akkor összekavarja meg. Tehát megvan, aki ki hogy szeret, és akkor ezt úgy csinálja. Tehát biztos, hogy nem mindenki mindenkivel tud együtt élni. Na hát ez ilyen. Ugye valaki megszabja, hogy amit tudom, belép valaki egy ládába, és akkor nem szabad rányomni így egy ilyen storage, mert valaki idegbajt kap egy ilyentől, a másik embernek meg ez így tök jó, ha így van. Tehát, szóval na, hát van, aki így szereti, ezt már nem is figyeltem, hogy ez hol volt, de valahol leteszem, nem tudom. Na, szóval tehát vannak ilyen, aki együtt tud élni másokkal, van, aki nem tud. Nekem nincsenek az ilyen megkötéseim, vagy ennyire nem csinálom, hajlamos vagyok elfogadni, tehát ugye itt is feliratozva lett, hogy az olvasztós, vagy valami, jó, hát a különféle rendszer szerint lehet itt összeállítani a dolgokat, és hát az, na, én elfogadom, hogyha így vagy úgy. Na ugye, hát Miklós is, csak ezt pont ezért is hoztam fel példának, mert Miklóssal is ezt sokat beszéltük, tehát én is, nekem is rááll a kezem, hogy például rányomok a sorbrendezés gombra, de van akik, ez például sorba van rendezve, ez is, igen, de ezért ez is, de volt itt olyan, már nem tudom már melyik láda volt, láttam én is, kajás, vagy nem kajás, tudom. Kajás, italos.
közben nem tudom hol van, de majd mindjárt körbe megyünk. Nekem kell nekem egy szaúz. Tehát, hogy jó, hát én tisztelem, hogyha valaki szereti ezeket, csak sokkal nagyobb meló, így ezeket a pöttyöket itt rakni, és nem tudom, tehát én nem látom ennek úgy túl nagy, ezek a fiatalok, hogy de szkolja, hogy mindig ezek csinálják, de á, nem, meg sem említem többet. az a baj, azt hiszem, hogy ennek a fa rácsnak az upgrade-eléséhez is szerintem 100 vas kell, mert azt hiszem a készítéséhez is 100 kell, az upgrade-eléséhez is 100 kell. Úgyhogy jó, hát lehet, hogy pont elég lesz, de valószínűleg, hogy nem. Tehát egy párat azért még. Én csak néhányat akarok, tehát azt a részét, amit üthetnek. Tehát ugye nekem például, amit most első körben, amit csinálok, mert persze hát a végcél az, hogy kibetonozni nyilván, de az első körben nekem is, ami egyértelmű, hogy például azt a részt fogják nekem tegyük fel ütni, akkor azt ott vasból megcsinálom, és akkor és a többi meg felesleges, mert annak azt nem fogják, és akkor én is egy kicsit most minimalista módon, de ki szeretném még ma próbálni, tehát nem felképpen. Hágyod békin? Hát igen, de ez látod, hogy magam meg úgy mondja. Tehát van, aki így szereti, van, aki úgy, én nem is ítélek el senkit. Tehát aki így szereti, úgy szereti, csak van, aki meg idegbajt kap ettől, vagy attól, akkor azok ne játszanak együtt, mert az úgy nem. De... Hát nem is tudom, itt fákat itt érdemes valahol elültetni, lehet, hogy megpróbálok. Aztán visszajövök addig. Szép mely volt. Olyan lag volt, hogy nem tudtam lejönni a létre, hanem lagolt egyet és leestem. Tehát ezek a szép dolgok. Merjek belétítni egyet, Andris? Ha megmered, kibonolok az öletem. Lava, de jó messzire. Itt valahol messze. Geri, az jól csinálja, mert 11 szint. Behagyom én is 24 órára. Ja, aztán ha jönnek a madarak, azok megesznek. Ja, odaadom akkor az összes madarat. Ez üres volt. Mehetünk. De a bankba még szerintem korán van. Mert... De várjál, Geri, mert már lefarmoltam a bankot, úgyhogy nem kell. Hát a bankba már jártatok, az ugye van egy loot response, szerintem 15 napra van állítva, tehát az még nem telt le, egész biztosan. Egyszer jártunk, de félig teli ott hagytuk. Ja, hogy ott hagytál? Ja, így gyerekek. És most vissza, az egészet, Geri. Oh. Az egészet elhoztam. Igen, én már köszöntöm neki, volt itt már az elején is. És nem szóba, mert akkor nem némaság volt, de írásba köszöntem neki, úgyhogy... Én szóba, bibibib! Jó, ezt akkor kikapcsolom, mert akkor hát lett valamennyi vasam, de hát ezt majd... Segítsünk őnek, vagy gondoljuk meg háromszor. Viszont lehet, hogy annyira viszont el lehetne menni, hogy egy keresnék valami helyet. Ez nekem ugye azért egy kicsit nem teljesen jó helyen van szerintem ez a fajta hordaváró, mert hogy hát már lehet, hogy útkeresésük jobb, és lehet, hogy már most nem akadnak bele a házakba, mint régen, csak nem annyira teszem majd, vagy úgy akartam, hogy nem tenném ide, de nem tudtam, hogy is fogalmazzam, szóval én nem tenném ennyire a ház közeli, hanem lehet, hogy oda le például, vagy mit tudom én, tehát akkor is még látom. Hordaváró Axel, ez azért van, ha valaki itt van, és sikítós, vagy valami. Ja, hogy csak azért. Ja. Uh-huh. Akkor oda álltuk. Jó, hát én meg valahol oda csinálok egyet. Oda csinálsz? Oda csinálok egyet, aztán majd nézhettek. Igen. De vigyél magaddal kovácsolt vasat. És ez miért? Valaki eltört a lábocskáját. Hát a rácsot akarod. De azt nem kovács, az sima vassal kell upgrade-elni, nem? Vagy kovácsolt vassal? Geri azt kérdezi, meg lehet-e javítani a nagy hordavárót? Az is lehet, az is lehet, akkor lehet, hogy rossz vasat csináltam hozzá. Fogalva, én sima vasat csináltam. Hát nem tudom, én arra gondoltam, hogy valóban ide
Ez azért látótávolságban is van, de azért mégis már úgy távol. Geri, nyugodtan azt csinálsz vele, amit akarsz. Akkor lebonthatom? Jó, mindegy, úgyis először fából lesz. Aztán majd meglátjuk. Utána az upgrade-elés, ez is nálam semmi, az amivel lehetne. Előre nem lebonthatja, de a hordát mindenki ott tölti. Na, hát akkor legalábbször csinálunk egy belső magot. Hát az akárhogy is lehet. Hallottad? Mindenkit fog elvileg tölteni, de csak elvileg, nem gyakorlatilag. Nem mindegy. Ezt gyakorlatilag én is elvileg. Azért vassá, ne upgrade-eld. Vagy nem tudom. Szabad-e vassá upgrade-elni? Nem. Ha elmész szedni, akkor lehet. Ja, itt van az egyik bedrólom. Ne bonts, ne, miért bontottam? Na, én jó. Szóval magasabbra kell majd, csak most... Megcsinálom, na ez szép volt, már egyet rossz helyre is tettem. Jó, nem baj az, ha ott van belül, nem zavar. Na mi van? Na mi van? Semmi? Nem tudok. Geri, nincs új hordaváró egyenlőre. Ez egy ilyen sikítós váró. Már a sikítós, ti jó itt. Sikítós. Hát már úgy beszéltük, hogy mindenki három, de magának. Azon gondolkozom, hogy három, az még lehet, hogy kevés, mert ezt... Azt hiszem, hogy négy magasra kéne, akkor még vissza az egész. Akkor négy magas lesz. Na már, még mindig mennyit kell még venni. Nem itt, itt. 15 perc. Akkor így. Az ágyat nem megy, az is jó valóra. Nem baj ez, de legalább addig is nem baj, hogyha jön egy frissítés, és lehet, hogy radírozni kell a szerót, de ez minden egyes dolog, ez egy tapasztalat, tehát ez nem, semmi sem hiába való. Mindjárt ott vagyok, mutasd meg, hol az a betegedőr. Itt semmi sem hiába való, Miklós. Ez mind gyakorlás. Mindjárt jövök. De ő nem így gondolják, te jó? Ez a másik gondolja. Megy a kárőrvendés, de hát itt nem lesz sikerült ilyen. Na látod, pont azért mondom, igen. Axel, látod? Azért mondom. Apa, jön egy sikítós. Kéne csinálni ilyen nagypapa, nem tudom. Vagy nem jön, hanem ott fut. Merre? Hát remélem, hogy felétek, én úgy látom. Remélem, hogy felétek, azt mondja, remélem. Hát én most nem nagyon akarnék vele foglalkozni, de megmondom őszintén, hogy én most úgy nem nagyon akarnék vele nagyon foglalkozni. Na hol van meg? Mert még nem ért oda. Jó. Ez négy magas lett, és akkor még most itt kell csinálni a távolságokat, hogy... Elvileg, ez hogy is van, igen, már az egy blokk, még egy. Csak körülbelül bemérem már, hogy lássam a szélét. Aha, mert most akkor felmegyek azt hiszem a tetejére, akkor csinálok. Hát nem tudom, merről felől fogadjam őket. Hát lehet, hogy arról mondjuk itt szoktak kolbászolni mindig, majd akkor ide csinálok egy ilyen feljárót. Lehet, hogy a feljárót azt mondjuk... Lefelé jás, csak szólok. Hol? Jó, mindegy, először meg sem a tetejét ennek. Hát én majdnem a sivatagban vagyok már. Ez hogy is kéne, hogy legyen, mert hogy nekem most vagy tudok a tetejére tenni, vagy nem tudok, és ez egy jó kérdés lesz, hogy ez hogy is kéne, hogy itt legyen. De úgy kéne, ezt valahogy úgy kéne állítani, hogy nekem, nézzük, tehát valahogy ezt biztos hülyén fog kinézni, hogy van ott egy luk, de pedig annak valószínűleg ott kell, hogy legyen, mert hogyha én ezt fordítva csinálom, hát fordítva csinálom, az úgy nem lesz jó. Vagy hozzá is illeszthetném mondjuk ehhez. Azt is lehetne.
Hoppá. Ez kiné volt? Nálam. Nem tudom. Nálam. Ja. Nálam. Ángszor, megyünk kincset ásni? Tessék? Megyünk kincset ásni? Hát mehetünk majd. Mehetünk majd, csak ezt... Na, Geri is dead. Bovi, jössz te is. De csak akkor, hogyha 2 hektárt jelölsz ki. Azon gondolkozom, hogy mert erre, erre, hogyha én... Kinek sikerült ott elhalnia? Geri! De ugye ide én nem tudok, ezt nem tudom betenni, mert akkor oda nem beteszi, oda nem hiszem, hogy betesz. Belülre nem lehet ez. Hát, szóval igazából úgy lenne jó, azt nem tudom még, hogy hogy fordítsam, csak hát akkor viszont hát lesz ott egy luk, de hát... Tehát azzal nem tudok most így mit csinálni, mert az valószínűleg ott lesz. Oké, az felakasztotta magát. Csak én nekem muszáj, hogy így legyen, így biztos, hogy hülyében néz ki, hogyha ez így van, de muszáj, hogy így legyen, ahhoz, hogy én majd rá tudjak állni, és arra tudjak majd tenni másik... Alsó oldaváróhoz rohannak lefelé. Másikat, tehát ezt muszáj így tegyem, akármennyire is. Akármennyire is furin fog kinézni ez a légüres... Jó, de szerintem ennek így kéne lenni, mert máshogy nem tudom megoldani. Jó, ez egy minta lesz, majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Na, most már akkor... Köszönöm a nyilvesszőket, Róka barátom. Az én voltam. Akkor köszönöm, Balvi, a nyilvesszőket. Ez szép volt, megint mellé sikerült. Nem, azért is jobb egyébként, azért is jobb, hogy fából csinálják, és van, utána abbrédeljük, mert ez így akkor nem kerül semmibe szinte, mert ezt a fát innen leütöm. Hátából a vas az egy kicsit drágább. Ne üssél! Azt kikapom. Beleküdtem egyet. Akkor nem kapom ki. Bárki nyugodtan. Ó, de jó. De nem tudom, mert beleesett a csapda közepébe. De nehezen tudom lerakni. Jó, ezt már mondjuk most lentről is fogom tudni. Ez már megint mi lett? Hova tette? Jézus! Nem normális. Az még nem elég, azt még kijebb kell majd. Neked milyen legyen? Horda volt. Van még 18, akkor itt mi kell csináljak. Ez a 100 darab, ez még kevés lett. Nem, mert csak 8 percet kell lenni, és sok pillanat tudok. Sőt, hát ahhoz, hogy teteje legyen, úgy meg aztán főleg, mert azért madarak ellen muszáj, hogy teteje is legyen. Na jól csinálok, akkor még... Szemüveget lehet craftolni? Csinálunk még. Mennyit csináljuk? Hát egy 50-et biztos csinálunk. Ez olyan, hogyha kell majd fel, nagyon szívesen emlék is vágok neked. Kell majd. Ja, átmentem a biciklimen, jól van. Geri, nem tudom, kaptál-e már választ, nem fából van. Azt hiszem rácsból. Köszi, Enigma. Micsoda? Gerinél megy már megint a live? Na nem jutottam magát még mindig. Valamiket, de már némit. Azt mondja, hogy már megy nála. Na, sem van. Vajátok, az ott annyival kijebb van? Hát egyébként úgy látom, igen. Állatok! Mik ezek? Kettővel, ez itt... Kucsik! Meg... A kutya az nem jó. Hol? Nézd, ott. Itt, kutyi. Kutyi az nem jó. Igen, mert itt 3 van, itt ez csak 2. Ami nem baj, ez 2 elég, csak akkor azon az oldalán... Na, azon az oldalán csinálok, ez is 2. Akkor azon az oldalán, ahol itt 3 van, akkor majd ide jön... Hopp, egy akna. Hopp, egy akna. És nem én voltam. És akkor erről felől, akkor ide lesz majd
csinálva, ugyan... Kutyi volt, kutyi ugyan volt, pont a más oldalra akartam, de... Ja. Mindegy, hova teszem. Hát teszek, teszünk akkor ide, és akkor mégiscsak erre az oldalra. Szilvartos, fogjuk. Valaki nagyon vérzik. Tudom, dolgozom rajta. A jó, és akkor ide fogom, tenni, de okay. Most akkor felmegyek a terjére. Már nem érzik. Tessék, Andrés, azért az nem volt gyenge, hogy ököllek nyírtam a farkast. Mit csináltad, taníts meg rá. Igen. Nem láttuk, de elhisszük. Mi az, hogy szörnyeteg vagy? Atya ég. Miért? Miért? Na most ugye meglátjuk, hogy de tudom ezt forgatni, ahogy én ezt gondoltam. Így valahogy gondoltam. Nem vagyok az zöld szemű. Na, hol van még kuty? Nem tudom, ez a rács, ez én mindegy, nem, hogy felfele vagy lefele, mindegy. De nagyon szívesen feláldozom a véremet a nemes ügyek érdekében róla. Én is. Ez csak függőlegesen fog állni, vagy ez vízszintesen is? Ja, hogy így. Geri, nem véletlen, mert téged Gerinek hívnak és kész. Így jó lesz szerintem. A rák szamúgy csalva a saját ücsöt, tehát az már neki túl sok lenne. Túl sok. Na, attól még a játék, hogy a nézők látják. Jaja, tehát ott van a videó alatt, meg lehet Andrés, őket odaadod nézni. Andrés, odaadod a Gerinek a pörölyt? Nincs nálam pörölj. De adtam neked egy kettes sárga pörölyt. Vagy egy sárga kettes pörölyt. Viszont ez így nem lett jó, gyerekek. Akkor hova raktam? Na jó, mondjuk most próbából jó lesz. Nem is azért, hanem... Valamelyik kötöknek odaadtam. Egy dolog miatt... Egy dolog miatt, mert hogy itt... Gerin, itt is fogok tudni ide tenni, de például a sarokba, mit megint bajba leszünk a sarokkal. Akkor nem tudom, hol van. Én valakinek odaadtam. A sarokkal ott bajba leszünk. Hát jó, legfeljebb ott fogunk bejárni, akkor az, között az ott szellős lesz az a sarok. Szerszámok jó, mert szerintem ugye nem tudom máshogy befolyt. Mert ezt másik kellett volna tenni, csak akkor viszont lehet, hogy nem illeszkedik jól, hogyha én ezt kifele forgatom. Mert ezt úgy kellett volna csinálni, csak az nem biztos, csináljak hogy jó volt volna. Jaj, hát... Na, ezt majd még meglátom. Nem tudom, Geri nem szereti a pörölt, csak így játékból... Apúságok, csak... ütögetjük egymást. Jó. És ja, akkor ide csinálunk egy ilyen kis... De jó, beleegyezek filmszínház muzsika. Ütögetés? És úgy lesz csinálva, hogy... Szeretnéd az ütögetést? Igen. Igen. És itt lehet majd állni, ugye onnan fognak jönni. Itt lehet állni, ha akarjuk, lőjük, ha akarjuk, ütjük. És tehát ez nagyjából majdnem ugyanaz, mint amikor lent voltunk. Mint amikor a lenti változat volt, csak itt feljebb vagyunk egyel. Elvileg, remélhetőleg nem fogják ütni ezt a részt, remélhetőleg. Jó, de majd leteszteljük, majd meglátjuk, mi az. Van otthon 900 darab föld. Jó, és akkor ide viszont ugye. Akkor kellene csináljuk. Ez is jó, ha itt van. Hát ez jó kérdés volt magam. Nem tudom. Mindjárt megnézem. Vagy akkor gondolsz? Igen. Megnézzük. Azt írja, hogy... Szóval. Jó, és akkor ide ilyenekkel majd ez így körbe kell majd rakni. Jó, hát most én csak úgy jelzem, hogy ez így, meg hát majd végülis tetejét is kéne csinálni. És én ezeket a részeket, amit esélyesebb, hogy ütik, tehát ugye itt mondjad, ezt a részt, ezt a részt fogom csak vasból csinálni. A többi egy elvileg... Hát eleinte, aztán akár az egészet nyilván vasból, csak most eleinte így. Az olvasztósba raktam be 170 szólt. Sikerült jó ráugrani. Hát ennyi volt nálam. Okay. Szia Andris! Vajon csak ez most. Megnézem, hogy ez most itt jól állunk, itt vagyunk. Igen, itt vagyunk. És akkor innentől számolunk. Kihagytunk hármat, de ezt nem hülyeségből hagytam ki ezt a hármat, hanem ez majd nekem is lesz itt, sőt, hát lehet, hogy nekem igazából négyet is ki lehetne hagyni.
mert itt nekem is lesz egy ilyen kis összekötő, ami oda vezeti őket, csak én direkt fogom azt, hogy ők elevessenek onnan le, tehát én direkt fogom őket rávenni. Szóval te sunyogsz, értem. Azon biztos, hogy kell, na nézzük, hogy meddig. Akkor nincs stamina. Még mindig egyen feljebb kell. Jó, ez kb. Pont jó, igaz? Csak nem biztos, hogy középen van. Hát jó, körülbelül. Azt hiszem pont jó. Uh-huh. Ja, szerintem ez így pont az a magasság, ami nekem kell, és azt majd ott összekötöm szépen. Na, így valahogy. És akkor most nekem most kellene olyan, hogy azt hiszem, hogy ez itt van. Kellene rámpa. Én nem tudom, hogy valahogy baj-e, hogy felveszed. Azt nem tudom, hogy hány darab is kell. 1, 2, 3, 4, ez pont 5 darab, az jó. Adja nekem. Én azt hiszem, még bírok vele mozogni. Na és utána upgrade-elés lesz. Az jó. Csinálunk már valami kis... Csinálunk valami kis nyisznyusz eszközt. Az jó. Van még fanálam. Fanándor van még. De fanálom, hogy köd van. Köd van. Uh-huh, arra. De hogy el van tolva, azt nem tudom, mit akarsz ezzel mondani. Ja, hát nem... Igen, nem is úgy, tehát én most az alját nézem, tehát az alsó része. Igen, itt szerintem 3 blokkot kijön, itt meg csak 2, tehát itt nem is muszáj ezt, csak de itt is majd még teszek egy sort, és akkor, hogy 3 blokk, mert ez most emiatt, tehát ugye itt is ez is már 3 blokk, meg ez is 3, csak ezen az egy oldalon van 2, majd ide még egy sort ide még végigrakok, mert már itt is 3 blokk van, egyedül itt maradt 2 sort, de majd azt majd megcsinálom utána, hogy de az végül is most olyan szempontból nem számít, mert nem, ott nem nagyon akarok kiállni a szélére, tehát végül is én itt fogok kint állni a szélén, tehát igazából ezekre itt nem is nagyon van szükség. De hangosan liheg itt valaki. Teszek majd mindjárt, csak hát van egy kis fontossági sorrend, mert szeretném, hogyha állna már ez, és akkor utána, hogyha áll, akkor utána már minden rendben szokott lenni, tudod, Miklós. Igen. Na, reggelre itt majdnem kész is vagyunk. Ja, végre reggel. Jó, hát ezeket is még fel kell upgrade-elni, meg akkor ide majd végig kell rakni ugye ennek is az oldalát ilyen faráccsal, tehát kelleni fog majd még azért, hogy véletlenül se üssék. Vagy hát véletlenül biztos fogják ütni, csak direkt ne üssék. Na és akkor nekem kellene, azt nem tudom, hogy pontosan minek hívják itt, de mindjárt megpróbáljuk megkeresni, hogy mi is kéne. Küldtem egy képet, Andris. Az egynegyedes... Vagy nem is az egynegyedes, vagy az egynegyedes, várjatok már. Geri, jössz lootolni velem egy házat? Ezt minek kérdezted, hol van kötő? Hát mondom ott. Tehát egy ilyen kis vékony, mint egy pallószerű valamit keresnék, de... Még mindig. Megnézzük, ez micsoda, ez csak egy... De ilyet nem tudok csinálni, igen, azt úgy lehet. Ezt is csak... Na, valami ilyesmi kéne amúgy. Van nekünk már körfűrészünk? Van, igen. Igen, mert valami ilyesmi kéne, akkor ezt majd mindjárt megyünk, fűrészelünk.
Hát azt hiszem, hogy ebből a wood bars-ból, ebből is még kellene fog egy pár. Máté, inkább tojást hozzatok. Hát ha útbásik hozom. Ó, hogy nem tudok írni. Hát nézzed a földet. Igen, és akkor hát ebből megint még, hát nem tudom mennyi fog kelni, de még szerintem sok, úgyhogy mindegy, valamit csinálunk. Mert eleve ide is fog kelleni. Meg ezeknek az oldalára is. Ilyenkor ülünk és várunk. Találtam 18 olajpalát, az nem tudom mennyire jó. Andis, te tudnál csinálni? Vagy nem tudom, hogy hol vagyok. Megtaláld a körfűrészt. Ott a blokkon, a clay blokkon. Tényleg ott van rajta. Én most eljöttem fát vágni. Ja, az is kell, jól van. Akkor nem baj. Ez kevés lett, akkor még kell. De megtaláltad már, nem? Mennyi kell még itt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hát persze több kell. Jövök, majd. Jövök, segítek. De most első körben nekem 6 az nagyon kéne. Gyere a bejár, ott vagy. Ezt a derékszíjas módot ezt kihozta? Nem tudom, szerintem én. Jó, majd azt is ott körbe kell rakni. Csak először majd a próba miatt muszáj egy próbát mindenképpen akarok csinálni. Mert azért nincsen halálra. Nincsen halál tesztelve. Hát itt is figyelj ide, hogy hány személyes, itt is gondolom egy hárman itt is elütögethetjük, mert ugye hát itt majd itt jönnek át ide hozzánk, és egy állhat középen, kettő meg mellette, és akkor ugyanazt így lehet majd ütögetni. De viszont ők is csak egy, nem egy ilyen széles, tehát az a lényege, hogy nem egy ilyen széles blokkon fognak futni, hanem egy kis keskenyen, és ott a végén le fog esni, tehát le fognak esni, és akkor az lesz a lényege, hogy eleve, hogyha sokan, tehát nem tudnak feltorlódni, mert leesnek akkor oldalt, és akkor futnak újra, jönnek fel, és viszont amikor odaér, akkor nem eleve ugye ezt a fajta rácsot, ezt ugye próbáltuk már ott lent is az alján, tehát ezt nem ütik igazából. Ide is még lehetne majd tenni olyat, hogy ne tudjanak, tehát ilyen kis simlédert, valamit, hogy ne tudjanak felugrani, de szerintem nem fognak felugrani, mert hogy eleve, akkor ott lennének, hogy ugornának, akkor leesnek, tehát itt felfele nem hiszem, hogy fognak ugrani. Tehát nem az a koncepció lényege, hanem az, hogy odaér, és próbálna ütni, de közben leesik, és tehát ugrik felém, de akkor is leesik. Én is tudom onnan ütni, lőni, bármi. Helyezteges. Ott van egy kis világító. Ott mutatja az irányt, hogy arra van haza. Na mindegy, ez próba. Próba szerencse, aztán majd meglátjuk, hogy hol fogunk gordázni. Most néha. Itt van a széna. Megyünk, nézünk valami kis gerendát. Megvan. Jaj, ott van fent a dombtetőn. Hát azért vannak ilyen jó kis lagocskák. Csillagocska. Róka, találtam neked valamit. Nem tudom, mire jó, de úgy is meg fogod mondani. Gyere, mit ütsz? Csak az elvileg itt fent van valahol a... Valahol, szerintem. Ugye meg is megpróbáljuk megkeresni. Ez lesz az. És akkor itt megpróbálunk valami olyat. Ez jót nézek? Hát csak ez az, nem? De hova törsz be, Geri? Jaj, nézzük. Nagyon egy madár. Na, ja, madár kell, készülj a halára. Root pole. Hát nekem ez a pole is jó, de tök mindegy. Szerintem ez is tökéletes, ha már ilyet találtam. Csak azt nem tudom, hány kéne ebből, de szerintem egy 3 is elég. Ja, meglátjuk. Meglátjuk, hogy mennyi is lesz ebből. Nézzük, hogy néz ez ki.
És ezt be lehet vajon? Az a kérdés, hogy na, vagyunk, hogy ezt lehet-e, mert ez csak a sarokra lehet tenni, akkor nem jó. Nézzük, közepére is tudja tenni, vagy csak ide? Nekem jó lenne, a közepére tudná tenni, de ez gyanús, hogy ez nem lehet. Akkor nézzünk valami mást. Inkább fölmászok, nem tudok lövöldözni. Nézzünk valami mást, mert ez nem jó. Ó, kinek van egy ilyen? A pole centered van egy ilyen akk, az viszont jó lesz akkor ebből a kurát. Ki ez, Geri? Na hurrá, és akkor ezt viszont én szeretem. Vagy lehet? Ettől megszabadulunk. Nézd fel! Jaj! Itt vagyok. Ja, majd rák a fejét. Csúnya! Nézzük, igen, és ezt viszont, hogyha én... Ó, oh. De ez nem jó esse. Ez jó nekem? Ez se jó szerintem. Törük meg. Axel, nem megy messzire? Nem megyek. Van egy kis fa. Nagyon ügyes vagy. Nem teljesen jó esse, mert ez is nekem úgy kéne, hogy az alján legyen. De nem itt. Ez viszont magasabban van. Ez nekem nem jó. Nem ilyennel teszteltem, az is igaz, de akkor ez is megy a scrambe. Na, akkor nézzünk valami más. Megy. A hülye nevű valami volt, ami mondjuk akkor elsőre rátaláltam, de most ezt nem biztos, hogy... Ugye megnézzük. Róka, nincs is olyan iszta, amin legyen, mennyit telefonsz kötöttél. Gyere, megnézem a nevét, hogy ennek mi. Wow. El kéne jönni a bázisok előtt, mert szétlen. Ugye megnézem már itt, hogy menjünk át valahova, azt mondod? Hát alattatok van, nem, hát 150 fóra. És ne ide, légy szíves, mert akkor ezt is szétverik. Jó, hát az enyém az meg még nincs kész, de jó. Akkor menjünk a... De jó, hogy valahol valamit volt. Hát igen, na. Mert ott voltatok föl. Nem, mi nem ott vagyunk. Pázsunk a tetején. Mi eljöttünk egy... Nem, mi nem ott vagyunk, Róka. Jó, hát akkor átjövök ide, aztán nézem itt, hát ha. A vau-vau utánon. Jönni fognak vajon ide, vagy nem? Elintézhetem, hogy menjenek oda. Na, akkor én közben itt keresgélek. Könyörgöm, ne hajj meg! Ne! Keresgélek, hogy mi az, ami... Ne. Ez rámpa, az nem jó. Próbálj meg nem leesni. De jó, nem tudom, hogy mi volt az, amivel nem próbáltam. Nem tudom, ki lett a főnök, ami... de küldjön egy part. Ami jó lenne? Magor. Lehet egyébként, hogy arra gondoltam én is, hogyha beírom azt, hogy egy negyed, akkor lehet, hogy úgy adja, csak viszont az egy negyed, az megint, hát jó, hanem mégis nem muszáj annak, ez konkrét, ez nem jó, de fából kéne, brick. Hát ez már nem kőfő, de még főkő, most már nem. Magor, küldesz meg hívót? Igen, mindjárt rögtön, amit tudok. De hogy te hát, várod a helyzet, jó van. Hol vagy? Meg vagy. Kész van. Köszi. Üzemanyagunk is lesz. Igen, lehet, hogy ez kéne. Negyed blokk, center, side, de hát nem hiszem. Tehát ez ugyanaz, amit csináltam, jaha, szerintem. Nincs staminám. Ez nem ugyanaz, amit csináltam. Várjál valamit, két scrappelek. Fel se keltem, de már sebződök, azt hogy csináltam? Hát az csak... Na mindegy, visszamegyek most már, hát ha elfogytak ezek. De hogy miért fogytak? Miért csinálja ezt a játéket? Komolyan?
Tessék, kellek, de már sebződök is. Szevasztok, skacok. Kicsit ezzel is kell foglalkozni, mert... Én erre, láttam a másik irányba még egy kis utat, azt még megnézem, jó? Ó, rendőr. Hát ez mégiscsak egy zombis játék, ezzel is kell foglalkozni. Nem téged akartalak, ne haragudj. Rendben. És még találtál? Hát végül is igazad van. Ja, na, még égett a lámpa, jó, nem, most már levesszük. Oda is be kell menni. Még egy. Gyönyörű. Ez a baj, hogy annyira megy a móka meg a kacagásod, hogy lehet akkor dolgozni. Sehogy. Bár-e, mert bennről kinyitják. És sajna nem érni semmit. Hát jó, lehet, hogy akkor addig még, amíg ott szórakoznak, én kapom az XP-ket, akkor lehet, hogy ott még építem tovább itt az oldalát, meg a tetejét, hogy akkor az is legyen. Hát nem sokára nem meg... fogtad, mert meghalunk. Tessék magad! Nem baj, ha meghaltok, én túlélem. Lőhetek, gyere, gyere, mert nagyon sokan vannak. Jó, hát segítettem én is itt, de hát... Rajtatok már nem lehet segíteni. Már egy kicsit, Geri. Fog mindegy. Akkor ilyet csinálok még. Hát ide még tuti kellene fog rengeteg. Hol van a rendőrnek? Andris. Gyere el onnan. Megtalált. Andris. Megtalált a szutyok. Ennek is majd én még... itt sem voltam, esküszöm. Hát még remélem ez a fa azért bírni fogja ezt. Elég, nem kell megfelelni. Remélem, hogy olyan lesz a vége, mint egy háló, és akkor remélem, bírni a kéne. Remélem, itt azért lesz tud. Ó, de hogy hát, nem lesz. Hát, hogyha ezt ide teszem, azon gondolok, de mindegy, először csak csinálok már ennek még egy tetőt, vagy egy harmadik szintet. Azért ezt a sarok a dolgok azok furcsák lesznek. Ugrás. Csak egy ugrás a sugár meg tud csinálni. Nézzük a másik oldalt. Az a baj, hogy ide nem lehet illeszteni ugye pont a sarok miatt, mert ugye ez is egy befele álló blokk, meg ez is befele, és egyszerűen amiatt nem lehet oda tenni. De hát annak azért nagyon kicsi az esélye, hogy pont ott fognak beugrani, vagy berepülni egy madár, mert ha ott bejut, akkor meg is érdemli, hogy bejöjjön. Hopp, ez viszont nem jó helyet tettem, én ezt ide akartam. Na jó, mindegy. Gyere, itt még van. Valami, talán ez lesz a lift lejárat. Ja, ez a... Ó-ho-ho-ho! Van itt cucc. Szia Fasiot, szevasz Attila. Geri, fordulj meg. Szia Fasiot. Ezt nézd. Többiek ott öldökölnek, én meg csak itt dolgozom. Nézzük csak. Jó, egyel feljön. Mit szólsz hozzá? Ez jó volt, szép volt. Igen, igen. Nyugodtan. Jó, oldalirány, és akkor most jön még akkor a... Na mi volt benne? Ez a hátsó rész. Csak ammó, de legalább sok. Kell tűzoltó balta, Geri? Ugye hát remélem, hogy ez mint egy pókháló, azért így még tetőt Geri is teszek rá, balta? Akkor ez így egybe fogja tartani. Remélem. Adom, dobom. Igen, azért lehet, hogy ide is kéne még azért
tenni valamit, hogy a tetőt is még stabilabban tartsa, tehát... Na itt én négy kettőzöm, ahol három van. Majd mindjárt megcsináljuk, tehát valamit oda teszünk szerintem, hogy na, tartsa. Ez valami ház alatti akármibe vezetett. Na. Várjál, ne! Bocs, gyere! Lényegtelen. Jó. Hát ott, igen, itt lesznek ezek lesznek végül is a bejáró helyek. Azt nem tudom majd itt esetleg mivel lehet lezárni, hogy mégse tudjanak. Nem tudom, ez majd még... Ezt nem tudom tényleg itt mit lehet ide tenni, vagy mert ez belülről ott van. Hát az is lehet, hogy ezekre egyébként, mivel hát belülre nem tudok tenni, de az is lehet, hogy akkor viszont erre kívülre viszont tudok tenni, és akkor csak egy bejáratot hagyok, vagy nem pontom. Tudom. Az is lehet, hogy ide lehetne tenni hedcseket kívülről esetleg rátenni, vagy valami, vagy valamit kitalálunk, hogy ne maradjon. Megnézem, hogy mondom, mert nekem többet ad. Na jó, okay. És akkor... Inkulterhel vagy a gondolat, te nem? El kéne kezdeni a tetejét csinálni, csak azt nézem, hogy igen, majd ide kellene. Jó, de akkor először itt valahol, melyik ez lesz itt a... Ez lesz új arccal az eleje, és akkor legelőször megpróbáljuk innen a tetejét, hogy is nézzen ki. Aztán vagy leomlik, vagy nem. Vas melyik beég? Az elsőbe. Ez úgy kellene, hogy akkor... Hát azért csinálnánk ide egy ilyen kis előlapot is azért kívülre. Ez így megáll meg. Most jártad olyan negyed úton. Elvileg még így Róka, megáll. Róka, mit mondtál? Hova raktad azért a föld? Ja, megvan. Olvasztósban. És akkor viszont kívülre is, ha minden igaz, én még és tennék. A csontot azt most csináltam meg Glue-nak. Akkor tessék. Mennyi van meg? 16. Itt kihagytunk egy helyet, Gary. Jó, ez itt csak... Hát majd látjuk, hogy ez elége, vagy esetleg itt mi legyen, azt nem tudom. Na és akkor megyünk itt a... Most van baj! Most van baj, eddig bírta, ez túlságosan nem bírja a fa. Sajnos a fa nem bírja, emberek, ezt nem fárunk el csinálni. A vas azért ezt kibírná. Jó, hogy nem ma jön a hord, csak holnap. De szép volt, Andris, kár, hogy nem láttad. Szerintem majd megnézlek téged is kármilyen. De szép volt, kár, hogy nem láttad. Ja, olyan messze, hogy akkor nem megyek. Jó volt. Most már mindegy. Most már mindegy, Miklós, hogy csapóhajtót hova kellett volna tenni, majd máshova tesszük. De az is lehet, hogy nem csinálom ezt ennyire... nagyra, mert az is egy baja volt ennek, hogy túlságosan nagy volt. Tehát elég szerintem így egy irányba megcsinálni, és ja, elég szerintem egy irányba, ebbe az irányba, és nem kell így teljesen körbe az egészet. Na, most szerintem úgy, következő körbe az lesz. Gyerek, itt rátott meg a szállat, hova rakjam? Fegyverünk. Eszünk egy kicsit. Hol vagy, Geri? Itt úgy jobb is lesz, nem kell ennek olyan óriási nagynak lenni. Ja. És akkor megvan oldva az a kérdés is, hogy akkor innen
innen, akkor ki fogja bírni azt úgy felfelé, akkor nem kell ott középesek tenni semmit. Nagyon nem is kapott, most a oda vár. Kellő ásó. Teljesen jól bírtam. Na, hangba itt vagyok. Jaj, de jó. Végre. Tév után először. Mennyi töltény volt benne? Ugye mondom, csak az azt mondom, de... Adébb. Na, közben induljunk el. Mennyi töltény volt benne? Volt egy 44 magnumos steel, 12, 9 mm-es run steel, 12, 38, 6, 14, 3 rakit fragammo. Az igen. Jó, akkor Réder folytatjuk tovább. Pihenj, folytasd tovább, akkor viszont akkor kellene megint csinálni egy csomót. Grok, nem vagy egy zövöldözze neki. Ja, nem tud annyi menni. Nem, jó pénzt adnak értem. Akkor viszont megy 50. Úgyis a küldetésem az majd az lesz, hogy menjek el a tárházba. Tedd már le, te béna csirke, már végre. Mit csinálsz? Hát olyan nehezen tudom oda letenni, hogy nagyon. Na most akkor, most egy van itt, egy van itt is. Geri, te mennyire van? Kellene még, Andisam, nagy baj van, mert kellene még fa. Teljesen. Aha. Na most jövök én a képbe, mi? Ha jönnél, sőt, ha már most nincs nálatok csinnadratta, akkor viszont én meg szerintem elmegyek hozzátok, megpróbálnám ezt a valamit, megpróbálnék valami kis asztaloskodást csinálni. Scraftos. Nálam van mindig, akkor nem cseréljük össze. Tök jó, hogy most én a Kramsztíma. Na, próbáljuk akkor még egyszer, csak most már lehet, hogy nem lesz nálam elég fa. Nézzük azt, hogyha beírom azt, hogy csak simán ilyen egy negyedet. Valami ilyesmi volt ez, igen. Amivel csináltam. Az úgy most normális, hogy most Kramsztímán a hétfői... Ez a különbség SC... Micsoda? Mi a különbség kettő között? Hétfő. De mi volt? Mi van? De ez nem jó. Hát most itt a Kramsztímán emiatt. Ja, ezt nem értettem. Ez jó. Hát mindegy, egyet megnézem. Megnézzünk egyet, hogy hoztam egy ide letesszük, megnézzük, hogy néz ez ki. És az volt a küldetésünk, hogy testhozzunk. Ja, ez jó nem lesz, baj. Így van. Na, így ilyen kéne, tojás. Tehát, hogy nem tök középen menjen. Na, akkor ebből kellene egy párat csinálni, jól van. Nem lehet mondva, hogy mennyit hozzunk. Ez jó hát, lesz, és akkor van. Ebből kellene úgy csinálni, egyet találtam. Így. Ez, hogy is? Nem jó, mert felülre kéne, hogy menjen. Így kéne majd lerakni arra a blokkra, és akkor azon tudnának majd végig szaladni. Bár én jobban örülnék egyébként, hogyha fele ekkora lenne, 1/8 lenne. Olyan is létezik. Megnézzük már, létezik olyan. Mi ez a Rekog nevű cucc? Azt majd horda idején, azt majd mi szóval csak meg. Csak ebből létezik. Jól van, akkor ebből is elég lesz. Jól azt egyelőre ne bántsd. Oké. Akkor legyen először ez. Azt nem tudom, a kettő között még mindig nem látom, hogy mi a különbség, de jól van nekünk, akkor jó lesz ez. Még csinálok 3-at. Majd látjuk, hogy mennyi kell. A lapátot hova kell tennem? Szerszámos. Oké. Aha. Na, majd mindjárt meglátjuk.
mindjárt meglátogatok egy kis fával, jó? Az jó lesz. Az alsó az T alakú? Igen, csak a neve ugyanaz volt, csak az alakja nem, de azért volt furcsa, hogy ezt már nem adtak neki más nevet. Úgyhogy az nevet, aki utoljára nevet, mert nem adtak neki másik nevet. Na ide kellene, hát ezt aztán tök jó, hogy beforgattam az előbb, és akkor nem úgy van, de nem baj, jó, hát akkor forgassuk még egy kicsit. Így. Csak egy kicsit, ja, kicsit távol került, de most azért, mert ezt is közelebb kéne hozzam. Mert ennek is akkor még, ugye innen elvileg egy, meg még egy blokkal közelebb viszem, és akkor lesz már jó a távolság. Na itt vagy, akkor ide. Azt hiszem. Indítok némi gunpowdert, jó? Azt hiszem, de mindjárt meglátjuk. Indíthatok gunpowdert? Tőlem. Hát majd ezeket még fel kell fejleszteni, jó esetben, vagy legalábbis ezt. Hát ezeket úgyse lehet jobban, de ezt azért még megpróbálom. De elvileg ezt nem fogják ütni. De azért, na, mégiscsak legyen már. Jó, és akkor még azt is. Jó, az legyen más legalábbis. Ja, még ezeket a háromszögeket is, mert ezek is fognak rajta futni. A többi az úgy marad egyenlőre, mert aztán később majd, hogyha ezt lecseréljük betonra meg vasra, akkor úgyis az egész változik, de most egyenlőre próbálnak, jó lesz ez. Jó, és akkor még jönnek vissza ezek, még ebből le kell rakunk egy párat. Szerintem akkor még annak a nagyháznak nem minden részében járhatunk, Geri. Jó, csak lepakolok. Tudom, de nem is tudom, hogy lehet a többi részébe eljutni. Igazából... Be hát, kell tölteni. De igazából nem úgy, hanem, úgy olyan terveztem, hogy az lenne a legjobb amúgy, hogyha ez a rész, ja, mondjuk az egész kalap rész, amit felül van, mondjuk ez vasból lenne, de hát akkor annyi erővel már ez is hát lehetne vasból, úgyhogy mégse lesz vasból. Úgyhogy így marad fából. Elmentem fáért meg kövér. Így marad fából a kis drága. Vittem egy biciklit. Jó, mindjárt meg is nézzük el, de most akkor én fel is tudok oda menni, de jó lesz. Én vagyok a zombi, hoppá. Én vagyok egy zombi, fel is jöttem ide. Csak ezt így akarom már forgatni, hogy így valahogy. Olyan tokkal átkodni egy ütött madárfészeket, amit nem veszik észre. Jók, akkor már hittem el egy egész tízes stack. Igen, ezzel most csak az az érdekes, hogy akkor ez most, hát most ez így hány személyes lesz, mert hogyha én ezt ugye ide leteszem, hát végülis akkor is még hárman el lehet itt férni. Egy kicsit szűkebb lesz a dolog. Nem lesz olyan nagyon bőséges. Neked milyen szerszámot indít, csak egy darabot? De elvileg ugye egy ember állt itt. Itt, hogyha egy-egy blokkot foglal el minden ember kell, nagyon akkor végül is hárman itt el tudunk lenni. Te nem is csákányolsz meg semmi? Hát ami van csákány, azt még az Ati csinálta, az még Forged Ironból van. Az teljesen jó. Jó. Hol van ez a lacink egyébként? Latink? Jó, és akkor ennek ugyanúgy szépen a bázisom és a... az oldalára. De lenne szerintem fődala. már most én szerintem ki csak lehetne próbálni valakivel, hogyha ide csalnánk valakit, így ebbe az állapotba, azért, hogy igen. Na, mégis azért lássunk már valamit belőle. Nem a régi, hanem az új bázistól egy alakutatás keresni. Jó, hát ezek meg addig maradhatnak, mert ezek nekem csak egy ezekkel nincs semmi gond. Csákán csináljál, légy szíves. Valakit szerintem kerítünk. Ide csalunk valakit. Segíthetek oda csalni valakit. Most már majd ugye az a baj, hogy nekem most nincs hol felmenjek, de hát majd valahol itt csinálok valami kis... ilyen kis rögtönzött valami feljárót itt majd csinálok. Hát így itt valamelyik házban tudja, hogy van valaki, hát nem hiszem, hogy nem találok, sem találkozok senkivel. Most hallottam valakit. Itt én kinézem ezekből a házakból, hogy itt tuti vannak. Ugye oda csalok én valakit.
Bekopogok valakihez. Hát itt már valaki járt. Akkor itt mégse lesz senki, mert itt már valaki egyszer széjjel ütötte őket. Akkor megyünk a templomot, megnézzük, vagy nem tudom mi ez itt. Valami bejárat, gyerekek. Ez nem is templom, ez csak egy valami ház, de itt szerintem nem járt senki még, egyelőre úgy néz ki. De hol van itt a bejárat? Nem mondok a semmit, akszer egyelőre. Mert? Nem mondok semmit. Mert trükkös valami ház? Nem. Igen, az is. De én csak egy embert akarok elcsalni innen. Nincs ott senki, mert előbb jártunk ott Gary-vel és lelootoltuk az egészet. Ezt a házat? Azt a házat. Ja, a kis mézes kalács házikó? Jó, hát lelootolt házat. Azt hiszem talán az. Nálam bagol egy ház és lebeg. Nem bagol. Hát gyerekek, akkor hova menjek valahonnan, pedig csak ide akarok csalni valakit. Lőjek egyet a lehet hát, egyébként az is egy jó módszer, de itt most konkrétan nincs senki. Tényleg nincs senki. Ott mondom, hogy nem lehet ide. Szeleteztem a hordavárodat, mint zombi. Lőj egyet a levegőben nyillal. Egy hangtompítóssal, mi? Megszeleteztem. Hát valahol nem csak hívok, zombi. Nem érdekes, hát én biciklivel vagyok. Jött már egy zombi. Hova? Most ott elmész onnan, miközben tartok feléd, én nem tudom, mit csinálnak veled. Épp rohangál bele a hordavárót. Na itt vagyok. Társvírem, megjöttem. Hoztál fát, vagy mi van most? Igen, éppen fát visszafeled, és ami... Ezt miért csinálod? Miért csinálod, Geri? Mit csinálsz? Na én vagyok a zombi. Ja, de nem, akkor rosszul csinálod, te zombi. Nem úgy kéne csinálni. Most nem hörögsz eleggé. Nem az lenne a dolgot. Szarkazmus volt. Na, ezekből a házakból akkor valakit. Itt is nyitva az ajtó. Egyszer, hogyha hozok neked egy mini hordát, mit fogok érte cserébe? Ott vannak lent. Na, akkor most jön az, amit tényleg mondtatok. Na, hol vagy, Laci úr? Följesz? Hogy csinálj? Rakd be a látátba. Ott voltak alul, úgyhogy csak... Most eddig vártam, hogy idehozzam neked. Idehozom őket. Hát én nem vagyok még a izében, már nem tudom, hogy merre. Éppen a izé felé ásom, ahol bányászol, tudod. Abba a folyosóba... Hol itt a lejárat? Axel, van probléma. Tényleg? Alástam. Hát, ja. Ott is egy hordaváró, azt is megnézzük már. Azt is valaki csinálta. Az megint egy új, vagy hát régi Houston új. Probléma, lástam a gödörbe, és most rám jönnek a... Aha, ezt se én csináltam, ez nem tudom ki csinálta szokat például ezt is. Vannak itt próbálkozások. Uh-huh. Jó, hát ez szép volt. Szép volt, Geri. Mi, hogy beestem? Aha. Itt nézlek felülről. Aha, és vicces egy valami. Ez a hordavárat? Gyere, Geri, arra ugorjál rá, ha rá tudsz. Ugorjál rá, ha rá tudsz. Aztán ugorjál. Még ugorjál. Ah. Akkor... Lelökkel. Jó, tedd fel. Ja, hát szedd le te. Szedd le, és akkor tegyél másikat helyette. Várjál. Hova tegyek? Aki tudtál jönni, jó van. Én banános Joe-t követtem. Valaki fut itt. Az én vagyok.
Azt hittem Excel vagy, mert eddig ő volt a barna. Ja, itt jön az emberke, ne üljük meg, vigyük már oda a hordaváromhoz. Bóvi, ne öld meg, gyere, vigyük már oda. Olyan nagy lendülettel jöttem felét, ne tudd meg. Gyere Bóvi, vigyük már oda a hordaváromhoz. Ne öld meg, Geri, te se légy szíves. Alig vártam, hogy találjak már egy klienst. Én húzom akkor magam. Akkor menjél be, én visszam. Hát jó, csak ha ti nem ott vagytok, akkor... Akkor utánatok fog menni. Jó, akkor restart vissza. Hú, de lassan jön. Nem mondom, nézem, Axel az tuti barna. Most nézem, hogy rózsaszínben legyen. Attila, te is csak a cseten írogatsz már megint, és nem jössz be. Cseten keménykedik, Axel. Aha. Megint kimondjuk a varázsszót, mert fél bejönni. Ja, fél bejönni, keménykedni. Hát jó, akkor... Vagy csak féltőlem. Nem hozott senki fát, úgyhogy akkor még igen, lehet, hogy közben... Igen, a kis sárga izétől fél. Hol van itt legközelebbi fa sehol? Ott van az oldalasztósban. Kis sárga genyótól. Van nálam majdnem 500. Ja, mindegy, csak... Ez a zombi, ez fontosabb lenne, hogy jöjjön. Oké, akkor senki se vigyen neki fát. Gyere, rakszol, kidobom. Több zombit. Maradják szem, viszont. Ja, jó, kaptam már, köszi. Nem azért, csak most tesztelni akarok, nem... Lehet, hogy akkor viszont egy banános Jaws, és odaadom neki a fát. Bár, mondjuk van még 34, de valószínűleg kell még. Mit tehát, hogyha azt be akarom ott fejezni, akkor kell. Fát hoz, oké, az jöhet. Axel, itt vagyok a hordaváródnál. Nem kell olyan nagyon sok... Hogy ő a barna. És hogy én vagyok a villanyszerelve, amikor színvak vagyok. Ó, ez nagyon sok, majd vissza is viszem, köszönöm. De nem kell ennyi. Rendben. Még én is rácsózom. Ne bántsátok szegényt, nehogy megöljétek. Nem baj, én is mindjárt viszek. Mindjárt belejtök egyet a fejébe és meghal. Ne bántsátok. Jó, ez a magorat kiütött. De a blokkot megint kiütöttek ki. És kicsit rossz helyen. Áll, gyere fel, én hogyha tudsz. Nem, valami zombi volt, azt tudom. Jó, maradjál itt. Csak gyere így erre a szélére, ide gyere. És akkor megnézzük, hogy reméljük, hogy megtalál minket. Az előbb itt volt bent valaki lootolni. De hogyha elkezdi ütni, akkor baj lesz. Nem, jó van, jön a kis okos tojás, jó. De hagyjuk először még, Geri, hogy csak nézzük, hogy merre megy, jó? Jaj, csak neked is fel kéne, gyere, vagy... Ja nem, lehet, hogy ő jön. Engem nem követ. Igen, téged nem, mi vagyunk az izgalmasabbak. Várjál, hagyjad, ne üssed, ne lőjed, jó? Megnézzük, hogy... Akkor most egy ilyen jó 20 percig így fogunk nem, válni. Nem, csak azért nézzük már meg, hogy... Ja. Azt hittem beugrik. Hát nem tud beugrani. Nem tud beugrani, csak... És ne lőjed, hanem próbáld ütni, leütni, amikor jön. Most próbálhatjátok, mert én is ma már teszteltem ezt. Mert ettől gyakorlatilag a kutyák se tudnak, mert ők is... Mire a kutya megpróbálna beugrani, mert ugye ők ezeken így be tudnának ide, de a kutya is fogja és leesik, tehát ők is megviccseli őket. Ököle kapott egy arcost. Tőlem meg késsel. És itt elvileg így hárman el lehet benne így ütögetni. Jaj, Geri! Ne verd már szét, fiam! Szétveri, megölöm mindjárt. De verd szét, nem, hogy nyugodtan nem akarja talán elfogadni a fát. Hát dehogy nem. Akkor ne verd szét neki, Geri. Nem direkt volt. Hazud? Nem direkt, csak szándékosan. Igen, tehát ezeket a részeket, ezt kéne megerősíteni vasból, mert azért ezek ugrás közben azért nyomják a sallert, tehát ezeket
ezeket kellene itt megerősíteni. Küldhetek a fejedbe egy nyilat, és lefényképpen... Ezeket itt elvileg nem szokták, ezt szerintem lehet Geri ütötte, vagy nem tudom, tehát ez nem szokták ütni, vagy legalábbis én úgy láttam. Ebből itt esélyes, meg esetleg itt alul ez is kaphat, tehát ezeket kéne vasra átállítani. Elvileg. Nekem még egy. PUBG van most Attilánál. Jó, hát valami ilyesmi, csak így látjátok, hogy kb. Ez lenne ugye a lényege az egésznek. Ebből jobb lett volna, hogyha egy kicsit vékonyabb lett volna, mert azért, amikor sokan futnak, akkor na, hogy mégis többen leessenek, könnyebben leessenek, de ezt legfeljebb majd még megnézzük, hogy létezik ebből vékonyabb. Az normális, hogy stabil 60 FPS. Geri, szedd ki már böki szememet. Nem bidom. Akkor melyek megoperálnak, jó? Mindjárt ott vagyok. Igen, kovácsolt vasból kell, mégpedig... Én meg lehet láttam volna, Geri, egy ilyen kérdés, hogy nekem normál, nekem rendben van az, hogy... Ez szorvált, Geri. Stagnál a 60 FPS. Hát egy. Vagy a 30. Jó, hát majd akkor csinálni kell. Nem bírom kivenni belőled. Csinálni kell az upgrade-eléshez. Jó, hát meg aztán ugye be kéne még ezt kívülről, hát így is akár azt még most is meg lehetne csinálni, hát ha megint lezuhan az egész. Nem tudom, hogy mennyire hiteles, de... Ez mi volt? No. A billentyűt. Valaki üti a billentyűt. Nyomkodtam az E-t. Axel, van nálad lövő fegyver? Hát pisztoly, vagy mire? Fontos lenne. Igen, fontos lenne. Menjek oda, ahol vagy. Kell segítség, Andris. Csak én nem látlak. Az a baj, hogy én nem... Elég. Merre menjek, mondjad, mert nekem nem jelenszott meg a bal felső üzébe. Nem tudom merre jövök vagy. Jövök, Andris. Gyere, full egyenesen. Most úgy. Ja, full egyenesen. És lőd le nekem azt az őzikét ott. És róka jön és szétszedni. Hol van az őzike? Ja, az csak egy zombi. Ijeszten. Nem a zombi, ott van a zombi benned, az győzik. Mondjad, hogyha már itt vagyok a közelben, mi nem látlak. Lofti, megyünk házat lukon? Nem arra, másik irányba, és egyenesen. Milyen másik irányba? Itt vagyok, Andris. Na arra menjen, most már itt van, ott szemben. Nézz oda! Nem tettek róla. Meglátott és megijedt, úgy néz ki. Szerinted én miért bugolok, jó kedvem, fiam? Jó, ja, hogy te guggolsz? Hát rendészetnek... De én most itt jó helyre jöttem. Loftit én látom, ő erre. Loftit. Milyen színű vagyok? Kövesd a lilát. Már csak szét kell szedni. Hát nekem olyan nincs. Én vok lila, keresd lilát. Na, már csak szét kell szedni az izét. Na, bicikli. Menjél tovább, bicikli. Melyik effekt? Jó, de jó. Szóval hát akkor nehéz őzikét keresni, amikor nem tudom hol van. Hát is még éretlen, mert lila. Hát már kinyírta. És hol van az győzike? Akkor minek jött? Hol ölte meg győzikét? Ott a ház tövébe valahol. Ház tövé valahol. Köszönöm szépen a hasznos információt. Hát most felkeltettem a jó népet itt az irodaházban. Hál' Istennek, remélem itt van. Itt vagyok. Megyek Loftihoz. Tolni. Na, Axel, most jöjjön. Most nem lutolok, én fát vágok meg. Hát én már mentem itt egy kör, de igaz, nem tudom, hogy... Ott vagy, látlak! Nem mondd már, hogy nem látom. De van, hogy én itt vagyok, csak Axel. Nem tudom, hogy ti hol vagytok. Másik irány, mögötted. Roka, gyere egyenesen, kerüld meg a házat, és akkor gyere úgy. Hát mennék, csak alig van stani, mert... Mik ezek a generálások? Mondjak valamit? A jó magyar utakra emlékeztet ez engem. Na most már látok pillanat. Vezettél a jó magyar utakon. Na hol van az őzike? Nem, csak amikor buszon mentünk az úton, Pozsonyból átértünk, konkrétan néztem, hogy hol vagyunk. Vá, olyan adott. Itt vagyunk, itt, ahol biciklizek. Airdrop. Hol bú? Elbiciklizek érte. Oké. Már Axel indul. Róka mögötte. Oké. De már mész érte, Axel? Gyere menjünk, biciklizzünk együtt. Kettő is van, úgyhogy gyere menjünk ketten.
Én megyek a jobb oldaliért, meg mennyi a bal oldaliért. Meg adok egy kis tojást. Ja, hogy kettő airdrop, okay. Hogy csak kettő airdrop? Na, mennyien vagyunk már bent szerintem azért. Jövök hazafele. Kedves turista, itt nyugodtan befeg. Menjetek a kajákért. Itt szerintem azt ott én helyben megeszem. Mert van olyan érzésem, hogy csak konzervákat fog adni, mint ahogy mindig? Hát igen. Ilyet szokott mostanában. De azért szokott, te adott nekem egy vadászpuskát is, lőszert a kaja mellett, tehát azért mondjuk... Adogatnak jó dolgokat. Jaj. Találhatnak ugye nem, én nem esett be az oldalba. Még nem esett le, nem ért még le. Ja, hát... Jaj, de jó. Ha elállok, megöl? Nem, hiszem... Nem, ránsik a fejedő. Hát ha odaérek, akkor nyomló vagyok. Nem hiszem, de még én itt alatta vagyok. Itt ilyen, hehe. Szobanövények! Hanem a biciklimre is ráment. Találtam egy csomó szobanövényt. Ja, talált, süllyedt, akárki is mondta, hogy kaja lesz. Miért érzem úgy, hogy mindenkit fárasztok ezzel a szobanövényezéssel? Nem, például itt van a Lőrinc Szanita, ő is azt mondta, hogy ez a kedvence, amikor szobanövényezel. Jéj! Ja, végül is olvastam. Na, hát akkor meg. Olvastam, hogy a szobanövény nem fárasztottak, hogyha rossz helyen van rosszkor, akkor az pont nem jó. Megidegesítő. Tud néha lenni. Ha rossz helyen igen, van. Például hordavárú alatt. Ugye, Geri? Én arra nem tudok. Róka, te ezt nem érted nekik. Ja, hogy ilyenkor nem. Értem. Semmi van. XP boostot ad neki, Róka. Az az egyetlen Geri volt. Amúgy de tudok róla. Magor volt. Akkor iszom. Iszom már, mi volt ebbe csak... Ja, hát adott egy egyes összetett íjat még, hát ennyi. Nem volt egy nagy világszám. Mi az, hogy ennyi? Hát ennyi. Te Róka. Igen? Van izénk. Lábcsinünk. Van. Vagy 18 darab. Splint is jó lesz. Jó lesz. Az most sincs. Most törtem el a lábamat. De hogy tudod állandóan eltörni a lábadat? Nyugdál a háztetőkről le egy futább. Hát te Geri, te inkább meg se szólalj. Én csak tudom, mivel tudom, hogy lehet eltörni. Megcsúsztam a bányába és lecsúsztam a... Viszont egy kis vasat nekelni fog. Rost raktam egy csomót az olvasztósba. Ja, nem baj, de hát azért csak viszek már én is egy kicsit még. Szoban a vény. Hol raktad a konzervdoboz, különös barátom. És én tudok tenni olyanra, hogy... Piásba van benne. Ilyenre még nem tettem, hogy egy kicsit okay. Többet is adjon. Ja, hát még vannak ilyen pontok, akkor jól van, még. Még. Laci, viszont a sült krumpli. Nem elég. Az megint. Hát most van nálam sült krumpli. Vagy az nem sült krumpli? Én is viszem a sült krumplit, ha nem baj. De baj. A Laci sült krumpli. Ezt fogok is eljesztet hagynod. Azt mondja, hogy gyógyszeres. Ó, van itt lápsin. Ó. Valaki barátságosan böfök felén. Azt olyat hogy lehet csinálni meg? Itt hallom innen valamelyre. Ügyesen és okosan. Kérdezd meg a zombi turistát. Laci, majd akkor bővis ki 50-ig. Tessék? Bővítsd majd ki akkor 50-ig. Vér? Nem, a sült krumplit. Ja, hol van? Sült krumplit. Kajába? Persze. Ó, viszem is. Annak rendje módja szerint. Bankesőn. Bankeső. Sőni a sőn. Bankesőn. Én meg szépet nyitok. Bankesőn. Sőn. Mehetünk. Szépet. Bankesőn. Alacsör, mehetünk? Olyan, mint a dánkeső, csak tankeső. Ja, lehet, hogy ez volt ez. Nem, hogy ketten is vannak. Valaki megint eltört a lábát, nem? Rosszul hallottam.
Nem a nyaka volt? Hát azt kell mondani, hogy nem. Jesszusom, milyen lag volt. Úgy döntő, ja, ilyenkor el kell esnem. Gondolkozott két másodperc, utána elesett. És a krizantént, azt hova raktad róka? Micsoda? A krizantént magok. Magok itt vannak. Visszaszedeztem a régi szobanövény létszámot. Hát ennek nagyon örülünk. Ja? Majd dokumentált, légy szíves. Anitának mutasd meg. 23. Geri, ha ilyesek leszünk, meg van egyen. De... Ha lát, hol láttam egy követ valami? Ja, itt van. Oké, megpróbálom nem elfelejteni, hogy vizet adni neki. Igen, hogy teremjenek lyukka barackot, ugye? Igen, amit én találtam ki. Na látod, szóval akkor gyerünk terjed. Fú, azért. Hogy egy csontot látok a földön, azt hozhatom? Tényleg a csontok tekintetében is, tehát az ilyen, tehát most a 17.1-et mondom, hogy tényleg abban is változott a ragasztó, a csont, meg a ragasztó szallaghoz kevesebb vagy több kell, már nem is tudom, tehát ott van aránya, kevesebb valószínűleg, én is úgy emlékszem. Kettő tehát, helyett most már csak egy. Igen, tehát azt hiszem változtak. Ja, hogy senki sincs itthon. Még itt dudálgatok nagy erővel. De hát ez nálunk nincs. Na, mint Duda? És nem nézett ki az ablakon senki? Mert nálunk még csak 17-es és nem 17.1 van, de hát... Hoztam kaját. Talán majd egyszer. Hát, kettő darab tojást én is találtam. Ó, én ötöt. Nézzük már, ugye most elvileg én tettem rá, kinek vagy kell, nem is elvileg, kinek mert tettem rá, csak hogy... Akszának. Olvasztósba tedd. Mennyivel többet tudtam bezsebelni, de több úgy néz ki, hogy ezért nyilván szemmel láthatólag is több. Szobanövény. Jézusom. Hogy találtad meg? Jesus. Kint volt a tedasszon. Pedig próbáltam eldugni. Igen, ennek ilyen detektorai vannak, vigyázz vele. Igen. Csá. Na, felindulunk hazafele, és akkor még azt én néztem. Ezt néztem, vagy nem néztem? Néztem, jól van. Viszem haza a sok szemetet. Ahogy szoktad? Alá Miklós. Alá Gobár. Az más, nem, az alá, az francia van. Ez két szó. Alá. Igen. Vagy olá-lá. Az már megint más. Az is franciál van, de az már megint más. Ahogy tetszik. Szobanövény! XP boostot ad? Már akkor én is gyűjtöm, ha XP boostot ad. Mi? Neked csak most XP boostot ad. Hol van, hol van? Akkor nem gyűjtöm azért sem. Nézzem már, hogy tojások, azért gyűlnek a kis tojáskák. Viszek még. Azt több XP-t ad, hogyha rágulok róla a fejére, mint hogy... Jó, most már legalább odáig eljutottam ezekkel, hogy most már, hogyha például csákányozok, nem fáradok el, az is egy jó dolog. Most már tudod. Ilyenkor kezd az ember úgy kicsit, ugye a... Óvatosan csapkodok. ...komfort érzetet. Most már még nincsenek nagy dolgok, de azért már nem fáradok el, amikor... fát vágok, lehet kávot vágok, tehát, az, szóval, Andris, neked egyszer zöld, egyszer kék a szemed, ezt hogy csinálod? Szíjátszós. Vigyek székeket? Ez olyan cucc, amit te hát nem a tűzben nagyon jó. Gerindnek a növényeitől van egyébként. Hogy fogok itt elpedni erről? Merről kerüljem ezt a nagy hegyet? Megsúsztam egy német növényt. Jó cucc. Neked is egyszer kék, egyszer zöld? Nem, neked úgy, hogy mit tudom én, egy nap ők, egy másik nap meg már zöld. Mindjárt jobbak. Neked napszemüveges a szemed. Bele tudok menni a rókába. Én nem és tudok. Ezt ő is tudja? De miért? Én miért nem tudok? Most én sem tudom. Állj meg, Andris. Nem.
ez így nem ütöm, ez ilyen bug. Hol át tudok sétálni? Veled se lehet belemenni, de miért? Hol át tudok sétálni a másik emberen, hol nem? Na akkor van extra, sétálunk rajta így. Ez nem mindig működik. Hát én gondolom egyébként, hogy nyilván Miklós, hogy egyértelmű, hogy most experimentálval gondolom tesztelik ezeket, vagy valami, de majd a véglegesben meg majd gondolom olyat frissítenek bele, már amikor azt mondják majd, hogy mit tudom én, 17.2, vagy mit tudom én, és az már majd... Jaj, sikítós, jön az magától, nem kell hívnom. Ja, mentem, hol vagyok? Jaj, én nekem még tovább kéne, arra menjek. Nem hívtam, jön az magától. Szóval gondolom, hogy bele fog kerülni nyilván, csak hát ezek még azért is az experimentálba tették, mert hogy még tesztelik bizonyára ezeket a dolgokat, és akkor ez majd, majd valamikor belekerülnek. Na jó, itt tartunk. Akkor most már nem. És akkor ezeket még akkor ide belerakjuk. Mert egy kicsit Andrisnak a segélykiáltása félrevitt. Én nem mehetek itt legelőzni. Hozd erre föl. Jó. Tele vagyok, ki is pakolhattam volna. De majd ki is pakolhat. Ilyen sallert kapott tőle. Ezt én szerintem ezt viszont szétszedem, mert erre már most erre szerintem nincs szükség. Ezt viszont... Kevés a nyúl veszem, az a baj. Adhatok tollat, ha érdekel. Ja, oda nem tudom tenni. Akkor marad ugyanaz a változat, ami sokáig. Ops, az is megfeket, nem feket. Itt vagyok, oldal. És nem haltam meg. Ja, marad az a változat. Nem haltam, az megfeket. Egészség. Egészség. Gesundheit. Gesundheit, igen. Na, excellent. Igen. God bless. Ha én itt most én így bejutok a hordavárodba, mennyit fizetsz érte? Hát ott nem tudsz bejutni. Hát így nem, hogy nincs szaminám. Amúgy se tudnál, mert nem tudsz ott bekanyarodni. Deri, be tudtam. Gonosz vagy. De szerintem be tud. Csak racsnivető oda kell pörkölni egyet. Ja, hát igen. Majdnem. Oké, zombi. Az normális, hogy van nálam 4 darab. Tudsz kanyarba ugrani? Vagyis csörgő fogó. Azt akarod mondani? Nem, 11 ágy van. Nem meglepő szerintem. Ne zárj be! Ott van, vigyed. Attól függ, Geri, hogyha most szerezted őket, akkor az normális. Most szedeztem őket. Rókan, te messze vagy innen? Axel, fal. De ott nehogy gyere, a szélén, ott van egy luk. Nem ott. A szélén, ott van egy luk, ott a sarkon. 400 méter. Csak vigyázzatok már innen, mert most csak hátráltatsz. Fölvetted a fát? Remélem fölvetted. Nem, én felvettem. Mit? Még hol a fa? Én nem láttam, én csinálom a... Axelnek adtam, akkor nem lett fel, itt farmolom neked a fát, és nem veszed fel. Egy farkas. Ne segít a rengeteg fa! Mi az Isten van ott? Te mit csinálsz? Jézus. Adtam némi fát. És miért így? Igen, én is gyűjtöttem neked fát, de tőlem nem fogadtad hát, el. Hát kíváncsi voltam, milyen ez így. Megyek arra felé, igen. Bulizunk. Jó, tessék, itt van. Formálisan. Á, de jó, nem, van, elég. Van nálam most már sok, hát kaptam már nagyon sokat, köszönöm. Ja, mit akartam? Már tudom, mit akartam kraftolni a keretet. Még egy adag szoban a nekem kovácsolt vasak kellenének, amúgy van nálam olvasztani való vas is, csak azzal tudnánk ezt itt felupgrade-elni, úgyhogy azért kellene. Úgyhogy No 24-ben bányászni kell. Hát nem kell olyan nagyon borzasztó, mert ezt azért most már sokkal jobban adja a dolgokat. Na, ott tartottunk, hogy... Ki van minden lootolva a 8. határig? Ja, el kell menni a 9. Hát el kell menni a térképnek teljesen túlsó végére lootolni. Hát csak nem, talán van még azért sok, szerintem. Én itt lootolok egy teljesen lootolatlan épületet. Nem messze. Jó, Geri. Geri, ezt nem akarod azt mondani, hogy... Vagy... Jézusom. Azt mondja, nem messze, 8 kilométer, vagy? Nem. Láttam, hogy kitette le. Rá akarod fogni szegény Gerire, hogy ő csinálta. Micsodát? Most itt kiveszi alulom a fakeretet.
Bocsánat, ez nem volt szándékos. Ja, nem szándékosan rakad le a sok virágot. Ez a börtön jár. Jó, elfogadom. Hova kell menjek? Ó, tessék. Hova kell menjek a börtönért? Aki kiveszi alól a frémet, ugye? Én ilyen 400 méterre vagyok. Na, ezt most megpróbálom rátenni, és itt szakadt össze az előbb, úgyhogy most meglátjuk, hogy... Stílfűrészt nem használjátok? Ez csak így körbe. Stílfűrészt nem szoktátok használni? Hova kell mennem a börtönért? Nem szoktam de ezt szoktuk használni. Igen, Attila, csináld a börtönt nekem. Mert azzal nagyon gyorsan lehet fát formolni. Hát van, nem sok kell nekem olyan sok. Róka, jelentkezik nálad, Máté egy pofonért. Na még, kíváncsi leszek. Csak előtte bekajálok. Jó. Na. Na. Van nálam lassan 40. 40 fa? 40 mi? Szobanövény! Mondom, hogy XP boostot ad. Na, ide nem tudom ide tenni. Szobanövény? Sajnos nem ad XP boostot, de... Akkor minek gyűjtöd? Értéktelen? Szoba se állnék fel, Geri. Eddig még nem szakadt. Geri, én nem állnék vele szóba. Szabad, ugye nincsen már, akkor nem mondok semmit, akkor nem veszek el izét. Shield krumplit. Shield krumplit. Elfogyott, ja nem, van még. Ja, nem sok van, picit akkor ide még kellene csináljak még egy... Nem csak sokat csinálok, de valamennyit. Hát miért shield krumplit, miért nem vihetnél? Róka, szerintem miért termesztik? Dísznak. Ja, igaz, ez nem Starvation, ahol megromlik, de... Hát egy, na de viszont akkor nekem még kell egy biztos egy pár darab. Elment. Na. Jó, hát ott kívül nem tudom, hogy kell-e igazából, ezek itt nem tudom, hogy kell-e egy ilyen kis előtető nekik, azt nem tudom, de majd meglátjuk. Jó, egyenlőre viszont áll az a lényeg, hogy nem zuhant áll, össze. Áll és nem dölt össze. Nem zuhant össze. Majd egyszer úgy is összefog. Csak ebből viszont kellene, hogy ugye valami ilyen kis ajtókat, hát ez ki kellene próbáljuk. Mondjuk én úgy gondoltam, hogy ugye ezt meg is ide felmegyek erről, aztán megnézem. Innen, elvettem 750 követ. Mégis van még nálam egy pár darab, és azt megpróbálok ide tenni. Csak mégis. Csinálj, mégis legyen akkor, ha már úgyis van nálam legyártva. Helyzetben nem is nyilvesszőt csinálni kőből. Vagy pár darab van, és akkor azt még meghagyom. Ez a két darab, ami van, ez meg esetleg. De a fegyverkrafót van bent. Kellhet, vagy nem kellhet. Vas nyílhegyek. Azt is végig is kipróbálhatom, hogy esetleg kívülről egy próbát, végig is egy próbát megér. Hogyha itt hátul, hogyha ezt itt mondom hátul, majd. Megpróbálom. Úgy gondolta elére 70-es szint. Hogy rá lehet-e tenni valahogy. Azért mondom, hogy majd. Úgy oda forgatni, hogy ott maradjon. Így. Már akkor kapok börtönt, és vagy sem? Bele lehet tenni. Csak nem, ez ugye kívülre fog esni. Tehát ugye, hát már így fér rá, viszont hogy ez így, be lehet így fedni, akkor végül is engem nem zavar. Nem kapsz börtönt, mert akkor 1, 2, 3, 4, pazarlás 5, 6, 7, 8, mondjuk csinálok 8-at. Attival beszél meg a börtönt, aztán építette. Nem elég, hogy ki van lootolva minden. Nem elég, hogy ki van lootolva minden, de még zombi sincs. Gyögyüljetek neki. Na, hát viszont így jó is lett. Nincs zombi. Csak kellene majd viszont... És utána jött a ferel. Tényleg valami bejáratot csinálni. Horda. Lesz a neked fejlődő zombi nélkül, mi? Na. Jó, csak oda miért nem akar oda tenni?
Mi az, hogy nem hal bele egy fejesbe? Már nyakas volt és nem fejes. Ez megkezes. Jó, akkor itt hátul nem lesz járkálás, és itt is csak egy oldalt lesz majd a bejárat. Egy oldalt csinálunk egy bejáratot, és akkor a másik oldalt meg majd valami kis ajtós megoldást. Meg megpróbáljuk a hatchet oda tenni. Ezt akkor viszont ide. Banános zsom, mindjárt kibagyom. Jó. Jó van. És ide teszek még egyet legfelülre, annyi maradt, hogy oda legfelülre. És itt alul pedig majd valami hatches megoldással megpróbáljuk megcsinálni, és akkor itt lesz a... Hát aztán más kérdés, hogy itt hogy fogunk bejárni ide, mert egyenlőre fakered, de... Na, de ezt majd meglátjuk még. És hogyha ide csinálok hedge-ből a kettőt. Csak sima ilyet. Hát ezt mondja, meglátjuk, hogy fog kinézni. Ha nem jó, akkor legfeljebb szétbontom. Rontom-bontom. Találtam egy érdekes sárkány upgrade-et. Meg azt hiszem, hogy meg egy szabadon rájöttek. Egy ilyen iron upgrade card. Ez most... Ez jöhetne ide alulra. Ja, ezt pedig még egyet forgatok rajta, vagy hát mindegy, ez csak... Jó, ez mondjuk ez nyílik felfele, az alsó meg lefele mondjuk ennyi. Na és én most, hogy mászok le. Ennyi történt. Ahogy felmásztál. Itt lesz a bejárat. Leugrasz. Ha leugrasz, gyorsabban leérsz. Meg szálltadik a lábacskád. És belehalok. Jó. Na, ez eddig, ez eddig jó. Eddig nagyon örülök neki. Ó, hogy itt. Kész a kalicka. Szevasz Attila, köszi. Na, hát akkor úgy állunk, hogy ez így elvileg készen van, a bejáratok is jók, nem is omlott össze, hát viszont el kellene kezdeni, tényleg ezt mindjárt ki is pakolok, amiket az airdrop hozott, van egy kis vas is nálam, minden, akkor elkezdek olvasgatni még, és akkor viszont, hát én csináltam sajnos ilyen vasat, aztán kiderült, hogy nem is ezzel lehet upgrade-elni, hanem tényleg kovácsolt vassal, de már egy szétlövitek szegényt. Megverlek benneteket, hogyha a kis ordaváromat bántjátok, vagy engem. Hattam csak egy kicsoda. És akkor ezt még így felupgrade-eljük utána, már viszont elvileg tartós lesz, mert ez a fajta rács azért, ezt régen is már nagyon sokat próbálgattuk, hogyha felrobbant mellett a rendőr, azt is bírta, szóval ez sokat kibír ez a fajta, nagyon sokat kibír ez a fajta rács. Úgyhogy, na hát majd kíváncsi leszek. Nem. Viszont mivel rácsból van, és nem oszlop, ezért valami oknál fogva nem működik a zombi mágnes, tehát nem kezdik el ütni, hanem hát ezeket az oszlopokat viszont igen. Na, úgyhogy én is kihaigálom már sok kaját, ami van. Ó, lámpát felejtettem el felhozni. Ja, ez nem, a mézecske az nem ide való. Jó, más nincs. Ja, kajás, mert na mindjárt megnézzük a piás, ja a piásba való ez a konzervdoboz, jó. És akkor üvegek is ide. Hát egy kis innivalót, azt is innivalót viszek magamnak. Oda, hogy lehet eljutni. Mondom, hogy ez nem bír magába. Gyalog. Hátul is egy kicsit leveszünk, és akkor gyógyszeresbe bedobjuk ezt. De oda hol lehet átmenni? Aztán a fegyveresbe bejönnek a... Ja, nem is az... Az baj, hogy most hát, már... Nekem nem kell szerintem több, ezt is benyomjuk ide. Akkor jönnek a szén és a többi. A többiek itt a fegyverbe bejönne. Hát, ja, ezekre nem nagyon van szükség már a sok
Ír, nekem hanyas van. Hát nem, nekem is kettes van. Nincs jobb, kettes a legjobb. Mondjuk egy ilyet viszont, ezt nem tudom kié volt, de ezt onnan, akinek már nem volt rá szüksége, nekem viszont ez jó fog jönni, ez a vasalt 4-es ütlegelő, mert nem volt semmi normális eszközöm. Na, akkor megy ja, az az enyém volt. Hát be volt ide téve. Igen, mivel nálam most egy 5-ös van. Na, hát akkor... Akkor ne dumáljál, betetted. Az olaj az... ide kéne az olaj. Kraftosba. Vajon. Kraftosba. Igen, mondtál. Gondolom, viszont a papír az meg ide. Jó. Papír a... Ajjajjaj. Ilyen magasan vagyok, és nem is látom a sikítóst. Jó, hát más meg már szerintem innen nem kell más. Mindjárt elkezdek olvasztani még vasat. Én nem látom is. Ott jön, nem ja, itt is olvad a vas. Rakd be a középsőbe szerintem, mert itt most... Okay. Gyere, sikítós levele! A két szoba levényem tartotta az épület, utána azokat a dolgokat. Jó, teszünk nem egy kis... volna kiszedni. Működik még ez a fakeret dolog? Nem nagyon már mi. Ez le, a... ajtót kell csinálni. Szia sikítós, sikíthat a sikítós? Jó, majd csinálunk alkalomattán. Sikítson úgy is fel nekem. Most már mindegy. Már igen. Majd alkalomattán csinálunk. Leüthetem? Ne! Axel, dobog a botot neked. Kell az XP. Ja, van most egy 4-es már. Ouch. Jó, 6-os az jobb, mint a 4-es, abban igazad van, köszi. Már hogy a bódikat is többet lehet belerakni. Jó. Akkor... Mikey azt mondja, sose hívják a szerverre be. Ja, igen. Csak mindig. Ekkora egy kamu. Ezek szerszámok, vannak itt szerszámok. Ne neki. Egyes, kettes, hát ehelyett akkor én berakatnék egy... Axel hívja, de sose jön. Egy kettest akkor ebből. Sose ja. Akar jönni. Tényleg megnézem már ezeket a szerszámokat, mert azért nem lenne mindegy, hogyha lenne egy... Á, viszek is ilyet magammal, és akkor megvan oldva a kérdés, ez hol megy vissza? A... Megy a scrapbe. Jól van. Na nézzük a Choice-it. Nem akar feljönni a Choice-i hozzád? Jobb lesz, ha én is állom. Vittek 52 szobanövény. Hallod? Jelentem, elértük a sivatagot. Én megjelentem, hogy 52 szobanövény. Fölik a fejemet, én is ide jöttem, hát ha ide jön valaki. Hát ha akar minket valaki. Itt van? Apá. Hova pakoljam le azt a 52 szobanövény? Hogy lesz rá helyed. Oké. Okay. Visszajön a mamut. Csinálj bele, de hol van? Sokat lehet innen látni ezektől. Próbálhatjuk. Axel, csinálj szabadnövényből hordobárót. Az a hát baj, kaktuszból látom. Próbáltam már. És Szerbiával, nagyszerű. Szerbia az hol van? Dél felé. Szerbiában. Szegeden átmész, Szegednél és akkor ott van. Miért van eddig is volt. Jó, hát itt meghódtak. Magor, miért? Hogy tudtam átugrani? Nem, el sem hiszem. És már akkor... két óránál tartunk, Axel. Igen. Hát, még estig már úgy értem a játékba, estig majd meglátjuk még ezt, hogy jön. És akkor egy ilyen ajtót, ha csináltam, és ezt bedobjuk ide, akkor ez... Szegedett a karakterem. Ez lehet, hogy segít. Na, majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Jó, és akkor én meg elkezdek csinálni. Itt áll, Dúska. Ja, ez nem az. Jó. Na, hol is lehet? Mert elkezdenek jönni. Hát igen, az a baj, meg is nézem már, nem tudok. Nem lesz az. Igen, kellene majd tegyek ilyen gyors kraftolásra is. Az baj, hogy sajtívott a karakterem. Igen, nem, ez csak a fegyver. Csak elne esett a lámpám. Melyik van a gyors kraftolás? Csak elne hagyjam a szobanövényeim. Ja, ebbe van crafting, faster crafting, akkor ebbe. Jó. Nézd meg három. Csak ezzel, akkor ez is két pont lenne még, hogy még gyorsabban. Jó, hát akkor jó van így. De az is lehet, hogy az a crafting, az csak a kézbe kraftolásról szól, és így nem...
És így viszont nem. Pisztolyban van 6 szem lőszerem, az elég lesz hordalra, nem? Nekem pisztolyban 180. Megnézem, hogy mennyit is vesz le egy ilyen, amikor upgrade-elem, meg kéne nézni. Itt a szobanövény! Nézzük, hogy ez mennyit vesz le onnan. Mi ez a kutya itt lent? Egy rossz kutya itt van lent, nem akarja valaki szétszedni? Róka? Hát mindegy, vagy én is szétszedhetem. Megyek ma. Már csak, jó, nem tudok vele nagyon foglalkozni, akkor megint vissza kell vinni a csontot. Amúgy nem kéne megjavítani a hordavárót. Mert... Ha csinálsz valamit akarsz. Mert következő nap hordeda. Ne ütlegelj már, könyörögöm. Jó, és akkor, hát ezt nem merem először ott fent, mert nem tudom, hogy ez milyen hatással lesz úgy rá. Tehát legelőször ezt szeretném itt megjavítani. Hogyha... Róka, raktam neked ajándékot. Mondjuk azt nem tudom, hogy középen. Ha középsőket csinálnám, akkor lehet, hogy... Mennyit vesz le? Ez levet 10-et. Fú, de jó sokat lesz. Akkor megcsinálom így mondjuk a középsőket. Itt is 4-et, ott is 4-et, ott is 4-et. Kérem vissza a szobanövényeit! Ha esetleg a sarkot szétütik, az még akkor is megáll. Jó, egyenlőre, mert nincs annyi vas. És hogyha az megvan, akkor megcsinálom ezt a részt. De akkor is úgy kéne megcsinálni, hogy még az alját is szerintem, mert nem tudom, ez a fa meg a vas, az milyen hatása van egymásra, mert lehet, hogy ugye fa, és ez nem fogja elbírni a vasat, aztán nehogy leomoljon itt nekem, tehát majd mindegy. Vissza. Fából akartam, mégis egy fából már lehetne így próbálgatni, csak már, hogyha itt tartunk, akkor meg kéne csinálni tartósabbra, aztán kész. És akkor már nehogy leszakadjon alattam. Ne, bebugoltam, hát tüskéket, meg ilyen csapdákat, megmondom őszintén, ezt mindig el szoktuk mondani, hogy az a bajunk vele, hogy akkor nem mi öljük meg őket, hanem a tüskék, meg a csapdák, meg minden, és ugye itt látod, hogy kapjuk a, amikor mások ölnek, mert itt most ez ilyen érdekesen működik, hogy van egy ilyen partiba vagyunk a többiekkel, és ilyenkor nem csak ha mi ölünk zombit, hanem hogyha bármelyikünk, akkor is kapunk ilyen megosztva kapjuk az XP-ket, a tapasztalati pontokat, és de ez csak akkor, hogyha mi. Tehát, hogyha abban az esetben, hogyha ezt a tüske csinálja, akkor viszont nem kapunk semmit. Tehát, és ezért jobb föl, többek között, ezért szeretjük inkább magunk végezni a munkát. 53. Ez a legfőbb oka. Hát lehet még egyet iszok. Mondtam ezt a lőszert. A üveget ezt kihagyjuk. Nálam van 184. Azt kérdezik, mi nem használunk tüskéket? Én az előbb mondtam, ezt magyaráztam el. Nem hagyják visz! A levegőben nézek, stabil 40 FPS-en van. Még sok is. Megyek, világ. Hát a 30-hoz képest nagyon-nagyon sok. Készül. Mondjuk hát az igazság, hogy itt hát rengeteget... Hát a Gerinek a szobany növényeit. Igen! Hát, rengeteg volt itt, csak nem akarom elvinni másét, aki más csinálta. Magad! Akkor azért... Úgyhogy így. Azt hiszem, Póvinak adtad, kész. Vagy jó hogy? Van, akkor ebből kimentem, kezdtem el gyászani. Szobanövény. Vagy ki az egészből. Jó. Nekem valaki pisztoly összetem megetett, hat óra, nem akkor, látom sehol. Akkor nekem meg viszont még el tudok menni egy kis követ aprítani. Még el lehet menni egy kicsit. Ja, és akkor... Szobanövény. Thank you. Ja, én azt mondom, szóba hogy el lehet egy nagyon picit menni követ aprítani. Nyugi már szobanövény! Veszek neked, csak hagyjél meg. Tessék? De nálam sincsen, mert én is kidobtam. Nekem mondod, már vagy szóval kinek mondjátok? Várjál, csinálok egy screenshot. Csináljak? Csinálj. Azóban nem tudjuk majd ki kivel beszélget. De nálam sincsen. Hát elég sokan jönnek, jön egy egész vándor csapat. Na, ez ki is próbálom. Azt neked le kell szólva. Valamelyik megint megütött 10 éve. Nézzük, mekkorát tudok ütni, komám.
Mert nem itt jobb kézzel, jobb kézzel, jobb kézzel, mellé ütök jobb kézzel. Fú, gyerekek, akkor átkaptam, hogy vérzek. Ott van a ládádba. Gyere, fejbe váglak, Andris. Beugatok, csinálhatnék egy jó kis tesztet, gyerekek. Hát, hogy meg is csinálom, amikor meg is, hol is az én bejáratom? Én valaki kiválogatta a cuccaim. Mentsen meg, fegyve van nála, nem fél valaki. Geri, az én voltam. Köszönjük. A biciklim is. Ezek egymást ütik el. Mit csináltok? Benne volt a ládában. Hogy szólj rá? Voltam, kereste. Uram, szóljon rá? Azt hittem, hogy nálad van. Szóljon rá? Látom, sok lőszeret. Kiütik. De neked meg nem ad, látod? Nem oda akartam, gyerekek. Beszeretnék jutni a Hordaváromba. Esetleg, hogyha szabadna, kérnem. Most szabadna kérni, én veled tartok, jó? Én még ezt is ide hívom, ott is ott van egy... Sőt, nem egy, hát mennyien vannak ezek. Jézus, mennyien vannak ezek. Gyertek! Gyertek, gyerekek, itt vagyok. Most megyek be a kis Hordaváromba, majd ezt a feljárót valamit itt meg kell oldani, mert ez így nem lesz jó. Ja, itt vagyok. Itt vagyok bent. Becsukom. Tényleg nekem ki kéne azt fejlesztenem, ott nem hogy tudsz bejönni. Átészkedni. Itt kéne, hogy begyere, ott van a luk. Hogy is csak kellene. Nézzétek, ez lesz itt a dolgotok, látod? Axel, az egyiket csukd be? Ne már, mit csináltak? Hát így, hogy tesztelem a Hordavárót? Bennék felfelé. Nem jön ide senki. Nem jön ide senki? Akkor nem. Nem, biztos, nem tudsz ráállni, hát azon be tudunk ugrani. Na gyere, 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 gyere már be. Mit csinálsz? Te tejére mentem, nem hiszem el. Aj. Ó, gyerekek, szétveretitek itt a Hordaváromat. Gyertek már ide. Hiányolják, hogy nem ér senki. Miért nem ér senki a cseten? Nem tudom. És mit lesz az Starka? Na. Honnan tudjam? Várjál, bejövök. Olyan nagy ember, hogy szóval már, jól van. Gyertek, gyertek. Mutasd magad. Lehet őket ütlegelni? Lehet, hogy ne. Kell is. Megkérdezd tőlem lehet. Ez először... Csak a... Csak... Hát igen, de a fát, amin állnak, azt nehogy ment, hogy Geri is elkezdte azt ütni. Tehát a fejükre célozzál. Mert ha te ütöd szét, akkor... Akkor javítgatni kell. Kának meg adnom kell vért, mert nem elég neki. Bányásokkal ki volt az? Ja, nézem azért, hogy nem ütöttük még meg. Én tudtam neked adakozni a vérem. Én meg lepakolok. Várjál, megnézem. Jól van. Na hát valami ilyesmit tervezünk itt, csak... Hát nyilván Hordokra ez futás közben fog történni. Elmégis és a kutyát is ide hívhatnánk, de elvileg a kutya is ugye itt nem tud beugrani, mert az is ugye ott leesik. Kötött tudtam kisajtolni magam. A jó esetben reméljük. Reméljük, hogy így lesz. Mégis halál közelében. De Andrés, tudod, már live elején megbeszéltük, hogy elég egy. Megnézzük majd. Ütöttek-e valamit, de ezt nem tudom, hogy ezt nem hiszem, hogy nem tudom, ezt a zombi ütötte, vagy nem. Na mindegy, ezt a részt, ezt azért kell megerősíteni vasból, mert azért ez kaphat, szóval ez itt, hogy ugranak, ugrás közben is adhatnak neki, tehát azért a fa, ez fából van, és a fa az azért az sérülékeny. Hogy kerül mindig hozzám crossbow lőszer? Ezen meg lehet rajta állni. Jó, akkor meg lehet ezen. Elvileg még az is lehet, hogy onnan, hát nagyon nagyot kellene onnan ugrani, hogy át lehessen jönni. Szia! Hata, vagyis Flóra, bocsánat. Na, ne! Melyik volt ez? Megkeresem! Na, Róka, lehet intézkedni, föl lehet szedni az ágyát. Ahol vagy, Laci ura? Bányádban? A te bányádban vagyok. Köszi Attila, sok sikert a Hordához, ezt mondja. Azt nem tudom, hogy hát ha ezt így hagyom, csak attól félek, hogy ez nagyon magasan van.
Nehéz lenne ezt az utat választani, hogy én oda rá tudjak ugrani, vagy mégis rá lehet. Máté? De mégis, ezt az utat is lehet választani, akkor ez tök jó. Lehet, hogy így fogom bejönni, ezt így hagyom, kinyitva, és akkor így be lehet oda menni. Én építek így felfelé, és megint... Jó, azért hallottam az üzemanyagoson, hogy csapkodtak. Jó, akkor az lehet, hogy úgy lesz. Te kaptál ajándékot a rókakoma? Milyen üzemanyagon csattam, szakkal a fács vagy mi? Ja, azt hiszem, hogy az már fel volt. Nem nincs több anyag nálam. Jó, akkor megyek vissza. Közben olvadnak a dolgok. Nem tudom ki ennyi, de menjen el innen. Jó, én azt mondom, hogy szerintem ígéretes ez is, tehát ne forduljál már. Szóval ez a fajta módszer, csak azért, na, tehát ezt már kinőttük, hogy fából menjem, mert jó ez a fa is, csak azért egy hordakor már itt már azért zűrzavar van. Lofti, megszivatatlak. Nem valami. Neked is szükséged van arra az utolsó frame-re, ugye? Na, meglátjuk. Hol van? Melyiknek feküdtem? Oké, Flóra, majd meglátjuk, hogy sikerül, mert egyszer ránk szállni összejött, és lehet esetleg, hogy kétszer eltört a lábát reggás után. Lástam. Nincs mit máskor is. Na, nekem kell az utolsó fény. Zozókját. Jó, hát attól tartottam, hogy el akartam még menni azért köveket is ütni, csak itt félrement minden. Nem, de hát jó volt ez, olyan szempontból nem is bánom, mert azért le tudtuk egy kicsit tesztelni ezt az egészet. Aztán tudom, hogyha itt most mit lenne érdemes. Hát ebből nem sok blokkot tudok, 6 darab blokkot tudok nekem felfejleszteni, az nem valami sok. Valamiért a konzol. Az nem jó. Ja, biztos, hogy igen, az lehet, hogy egyébként itt tényleg a sok virág. Amint leütnek engem ez a kalapacsal... Mondom, betépte a sok virágtól. Jó, és akkor ide még kéne virág. 2, akkor már végülis 3 oldal, ha úgy megáll, akkor már végülis a milyen vasból van, akkor már még erősebb, fontos. És akkor már lehetne azt, csak a legfontosabb részeket először csinálni. Te gyerek, ne sunyogj a hátam mögött! Milyen na, gyerek? Na, tényleg elmegyek egy kis... Úristen, fegyver van nálam! ...követ keresek még kicsikét. Így is mennyi az idő, este fél nyolc van a játékban. Valóságban is fél nyolc van. Egyeztessük az óráinkat. A róka van, Enikát célet! Neked kellett fejlámpa? Vagy van? Nekem... Azt sem tudom, de szerintem van. Van, igen. Azt is meg kéne javítani, mert nem van pont annyi. Jól van, szupi lesz az. Hát nem tudom. Cseten, ti mit gondoltak erről a megoldásról, hogy amit most én csináltam, mert láttátok, hogy csináltam, hogy szerintetek, hogy ti bemernétek el oda állni hordakor például ebbe? Nem. Persze úgy, hogy azért azt én még vasra át akarom alakítani mindenképpen, csak... Az baj, hogy én nem medek oda beáll. Nem, az nem baj. De virág is lehet benne akkor se. A csákánya. Jó, csak megtettem, hogy melyik az olaj. Jó, de egyébként az a helyzet, Geri, hogy a maguréba is összesen 2, maximum 3 ember lehet, tehát valahova neked is állnod kell majd. Tehát valamit találj a virágokra. Majd a virágok megvédenek. Hát most rondának ronda, de most per pillanat ez, de hogyha ez nyilván ez működik, akkor utána lehet változtatni ezen, csak itt most maga az elv a lényeg, hogy maga az elvileg ez az egész így működik. Ha működik, akkor utána át lehet gondolni, hogy mi legyen. Csak hát ugye a betonnal egy nagy baj van, hogy a betonra valami miatt nagyon izgulnak, nagyon mennek és ütik. Tehát egyedül ez a rács az, ami több szempontból én azért szeretem, több szempontból az egyik szempont az az, hogy átlátszó. Tehát ugye az előbb is bent voltam Magornak a várójába, és például
ugye nem lehetett látni, hogy hol is az ellenség, mert ugye ott volt a betonblokk, tehát hogy egyrészt azért, mert hogy átlátszó a rács, egyrészt azért szeretem, másrészt, mely sok kő van ott lent, oda nem megyünk. Most akárhogy is néz ki, de hát ez egy nagy előnye, és másrészt meg azért viszonylag erős is, már a vasból legalábbis. Meg hát nem nagyon ütik, szóval inkább kikerülik, szóval arra valahogy most nem mozdulnak. Úgyhogy ezek az indokok, nagyjából ezek az indokok, ami miatt. Egyszer sikerül. 2-0. Figyeld, vigyél mellé. Na. Ma volt szabad javítani? Nem, csalunk kerettel, hello. Ezért a betont? Aha. Melyiket? Kéter. Szia, én Máté. Be akarok menni, de amúgy... Hát most úgy lassú, hogy most nem futnak, de hát ugye a hordakor egy pörgés lesz, tehát olyankor nagy futás van. Szépen nem lehet bemenni? Ez nem hordaváró. Olyankor nagy... Az, amit a felépített. Ja. Ugye az lenne a lényeg, hogy ne üssék szét alattunk, ugye most a hetedik napi horda, ami tegnap volt, azért ott már nagyon rezgett a léc, hogyha még 10 percnél tovább tart, akkor akkor valószínűleg, hogy le is omlott volna. Mellé. Már nagyon, nagyon nehéz volt, nagyon szétütötték ott a lábait, aztán vagy 9 lábból, 5-5 azt hiszem már szétütötték. Milyen mellé? A mellé is kész. Mindjárt kis sniper, kedlek. 161, azért jól... Nem, hogy inkább Gary elmenni vadászni, sok sniper. Hol van még itt kő? Itt hagytam egy például. Kő valamit tesz, azt mellettem. Jó, és mivel menjek el vadászni, gyalog? Amivel lőtted, mondjuk Bóvi. Mivel muszáj. Stoppal is. Jó, valakinek kell lopni. Vannak a chatem modik, az biztos Attila. Ha én nem van egy bicikli, hogyha érdekel valakit. Adom, dobom, ledobtam. Ui! Na nézzük, én lehet zabbantok egyet, eszek. Hova iszok. Dobtad le? Ide a tornyom mellé, a földre. Tornyod mellé. Akkor hol a biciklim? Hol a biciklim? Jó, ha nem is kapnék lagot. Melyik üt már meg én? Keresek ja, ez a kis valami. Egy kicsit. De itt valahol jártam. Hú, itt hullik minden a fejedre, úgy lát. Rotty! Hát ott a bokád, kis csillag. Merjem ütni a... Hm? Merjem ütni ezeket, nem esik a fejedre minden? Műsegy nyugodtan, én még nem tapasztaltam. Ez meg mi? Most tudom, hogy most van pontom, lett is egy pontom, aha. Letti. Mi ez a hát valami? Letti mindenütt ott van, lett is egy pontom. Felteszem azt erre a kérdést. Erre tudok tenni, vagy erre is mi kettő? Ez nem, erre még lehet egyet. Útkereszteződés lezáró. Lehet azt, vagy pedig sikítós. Ezt. 60%-kal többet. Az is jó. Ismétlem, sikítós. Az is jó. Jön a sikolyka. Jó, sikolyka. Jelöld le! Okay. Találtam egy lootolatlan házat. Akkor lootolt ki. Remélem 30 zombi lesz benne. Isferel! Lofti, gyere! Hát csak lofti az nem megy, Lofti fejlőd. De eléd ide. Azok is ott szembe, ha jól látom, azok de a kövek messzeségbe talán. Én verekedni akarok. De itt is tudsz verekedni. Ott nem akarok verekedni, én itt akarok verekedni. Sikítóst üthetem? Hol a bicikli? Már ütheted. Ja, várjál már, én elmentem teljesen más irány. Nem látom, ott van még egy. Néztem az előbb, hol? Merre fele néztem én az előbb. Lehet, hogy csak rosszul láttam, mert én itt most nem igen látok. Nem igen látok köveket. Itt is van egy. Szobanövények? Ah, már viszont ilyen romos terület, arra nem megyünk. Minden áron nem akarunk kutya kaja lenni. Ezek ütik az házat. Hát, amennyi eszük van.
És be is nyitott. 266. Igen. Hát még egy kicsit, hogy is mindjárt este 10 óra, és akkor hazamegyek, és elkezdek olvasgatni. Lehet, hogy ezt láttam, nem tudom. Jó, nem baj. Vagy igen, vagy nem, de nem baj itt. Mami kapott egyet. Oh. Barátságosan röfög. Szasz, father. Na, szóval tűnt. Jó kérdés. Jó. Hát az örök ban az olyanokért, hogyha mondjuk szidják a moderátorokat, szidják a streamer, tehát azért vannak ilyen dolgok. Felállok a fölösleges előjük nyilván. Volt már, aki úgy járt. Hoxol. De hát ez csatorna válogatja, mert azért Andris is mondta, hogy például egy másik streamernél sokkal keményebbek, tehát hogyha már ott valaki megkérdezi, hogy lesz-e, mit tudom én, valamilyen játék, vagy mikor lesz valamilyen játék, már akkor kap 5 percet. Na, az például Stark. Szóval igen, de szóval vannak. Nem, Stark nem. De nem hirdetünk senkit, mert nem fizetett érte senki. Igen, Geri, ezt tanuld meg, hogy... Bármikor kimondod bármelyik videósnak a nevét, az már hirdetésnek számíthat. Nem hat, az. És csak egy kicsit nézik, hogy... Más kérdés, hogyha én azt mondom, hogy... Mikor live-ol, mit tudom én, random vagy scoot, de hát ők ugye a csatornának vannak ilyen kiemeltjei, akik ott vannak az én csatornáim, és az ugye megint más. Na 378, talán még ott is még, ha lenne, de 21.42, 4.10, még egy picit, mintha itt lenne. Mi nincs meg a játék, Robi? Itt van még egy követ, itt megláttam, nem bírom itt hagyni. Nem megyek ezeket elverem. Az olyan, mint a tökmagozás, még ott is megláttam egyet, még ezt is, na még azt is, na még ezt is, na még azt is, aztán az ember nem tudja bajni. Hát saját magadatségem meg, aki tehát olyan más tartalmú linket tesz be, tehát ami olyan, tehát az se szokás azért, na. Ferát, de itt nálunk azért tényleg inkább az, most már tényleg megyek haza, merre van a haza, azt kéne megkeresni. Hát kérdetem, nem olyan vagy. Tehát nálunk azért úgy van, hogy tényleg aki... Hát ez egyértelmű, van akinek tetszik valami, van akinek nem, oké ez. De hogy akinek nem tetszik, az menjen máshova, nem itt kell trollkodni, meg szídni a moderátort, vagy a streamert. Hát ez menjen máshova, nézzen mást kész, tehát mi ez így vagyunk vele, de hogyha valaki mégis erőlteti ezt a kérdést, akkor megérdemli, hogy akkor mi leszünk, akik elküldjük máshova, aztán ennyi. De hát ez szerintem normális dolog, ebben semmi olyan extra dolog nincs, szerintem mindenki ezt csinálná. Hát de hova mész, kis csillag? Na, akkor jövünk, tekerünk, teperünk hazafele. Axe-t lövöd most? Dehogy a zombi nénit. Ja. Hol van? Na, jöttem. Megjöttem, fiatalok. Itt vagyok. Megjöttem a kis sárga drót szamárommal. Rám ugrott hú! Elvézzek! Elvédett. Jó. És nálad 500? 400, az király. Jó sokat. Minimum 8-al megyek el ikonról, de most már újra kell tölteni. Még Forged Iron-t, ezt bedobunk itt is. Mindegy, ha már ott vagyok, akkor elviszem az íjamat. Csinálunk ajtót, hogyha erre izgul a kohó, akkor legyen. Nincs. Most kell csinálni, szövetben. Csinálják. Ott van bent, hát jót szeresd be. De sima normál. Vagy nem, nincs, mert... Normál nincs, csinálok akkor. Hát ott van, ahol tudják. De az nekem nem kell egyenlőre. Nincs még most horda, majd 14. nap lesz, tehát pont egy nap múlva lesz. Egy nap múlva este lesz a horda, nem most. Én csak mit is tegyek itt ki. Jaj, de csak az üveget akartam, azt hiszem. Meg akkor a többit a...
fegyveres, mert ugye ezekből lőszer lesz. Aztán az olvasztósba, az, az abból is majd ugye az ólommag a lőszerhez. Szia FNAF csapat! Szia FNAF csapat! Hello! Szia! Jó! Hol vagyjatok? Hol vagyjatok, baby? Jó, hát ez itt el fog nekem itt olvadgatni már, és akkor viszont, hát még ezt ugye meg kell erősítsem. Hát kelleni fog majd még egy kis vas, de hát ez meg lesz szerintem. És az viszont más kérdés, hogy itt a fiúk ugye bent lesznek. Nem tudom, mit csinál itt, lehet, hogy öngyilkos akar lenni, ha leugrik onnan. Na, szóval ugye olyan a horda, és hát az nem biztos, hogy ez, ez benne lesz ugye a streambe, mert hát az, az mert az nem biztos, mert ugye hát, hogyha bent lesznek a szerveren a többiek, akkor át fog rajta pörögni. De hát akkor legfeljebb majd a harmadik, tehát a 21. napi. Hát nem tudom, nem is annyira erőltetem én ezt a horda kérdést, mert már azért eléggé unjuk, hogy mindig horda meg ütni őket. De hogyha benne lesz, úgy jön ki az idő, akkor lesz horda live-ba, vagy nem, akkor nem. Amúgy is, Axel, neked már rég motort kéne csinálni nekünk. Hát én arra nem nagyon tettem mostanában. Itt van az egy holdaváró. Van egy pár, van már egy pár, az biztos. Hát mindenütt van. Ja. Nem lenne bontani a holdamat. Mindenütt jó, de legjobb holdavárót építeni. Így van. Csak akkor ezt a biciklit. Akkor kell nekem 8 millió beton, és építek én is. Hát nem az, hogy kell neked, hanem csináld meg magadnak. Nem az, hogy kell neked. Tessék érte dolgozni. Én is megyek és bányászom a követ. Tehát ez mindenkinek ez kell. Nézzük egy kis fejlámpát. Jó, az ott látszik is a színből, hogy azok már ez tuti vas. Mondom, ez tuti vas, és akkor kiderül, hogy nem vas. Ne izélj már, hogy nem volt vas. Valami jó találtam. Ez vas. Ez... az vas, vas. Itt még ez itt vas, ez nem vas. És még, itt ennek a teteje se, csak most nincs már annyi anyagnál. Ide kell még. És utána még a többit meg kell csinálni. Hát még ezt elvileg ezt nem szokták ütni, ebből nem tudom, ezt ütötték el, ezt azért körbenézzük, de nem hiszem, mert ezt elvileg ezt se kéne, hogy üssék. Én hazadohantam. Ezt se ütötték. Tehát ez a mi esélyes, hogy ezt ütik, de ezt azért ezt vasból itt meg felad védelem, és akkor onnantól kezdve nem hiszem, hogy ezzel gond lesz. És hogy hova indítál, Geri, arra emlékszel meg? Igen, vadászni. Igen, hát annyit Attila, csak Latillának mondom csak, hogy Attilának, nagy Attilának, hát ő nem magyar, már magyar, persze csak ilyen Szerbiában él, és hát emiatt lehetnek ilyen helyesírási problémák. Na, hoppá, gyerünk már. Tehát, hogy én azért is nem mondok semmit, mert valószínűleg én is körülbelül így tudnék szerbül helyesen írni. Aki kim van külföldön hosszú ideig, a sajnos a magyar helyesírása érzékéből veszít. Lofti, itt a... Ide utána beszédén is, ne aggódj. Igen. Ha nem gyakorolja, akkor igen. Hát pedig nyilván nem gyakorolja, mert nincs rá itt. Hát igen, de ez ugye pont Kossász is azért mondja, mert ő meg Németországban van, és hát ezt ő úgy átérzi ezt a kérdést. Hát egyértelmű, hogy egyébként így van. Ismerősem kinnél már közel 20 éve Németországban. Az egész család egyébként magyar, gyerekek is, feleség is. És mégis törik a magyart. Pedig otthon csak magyarul beszélnek. Hát na, hát ez egy ilyen érdekes dolog. Igen, ez mert ha itt elmész a boltba, itt rá vagy kényszerülve arra, hogy németül beszélj a boltossal. Most már minden országban saját nyelvén kell, hogy beszéljél, tehát nem fog neked magyarul beszélni. Hát így van, mondjuk én meglepődtem, hogy
elég jó bejártam Ausztriát szinte teljesen, Németországnak a déli részét. Mindenhol találkoztam magyarral. Boltokba, pénztárna, bárhol. Hát, már nagyon sokan kim vagyunk. Hihetetlen mennyien vagyunk. Ingolstadtban fönn voltam, hát ott, mint állítólag kiderült a nagy Audi gyár miatt, de rengeteg a magyar. Nagyon sokan kim vagyunk. Egyedül Kauferingban nem találkoztam magyarra. Sőt, ott ha valaki rá, jött kamion magyar, rám is villogott. Itt is most a mi cégünknél, ahol vagyok, itt már 126 magyar dolgozik. Az se kevés. Laggolaj. Ja. Jövődik a meg is nézzük már akkor a statisztikát. Nem akarok már rohangálni, mert most tényleg leszaladok fel a két blokkot, akkor vissza, tehát lehetne csinálni, de mindegy, inkább megvan. Megnézem inkább addig a statisztikát, mert úgyis szerintem már most hamarosan befejezzük, mert azért már 3 órához közeledünk megint. Na nézzük már, hogy hát aki van olyan dolog, ami mindenkit érdekel. Ki halt meg legtöbbször? Itt van Andris. Andris, te hogy csináltad ezt? Meg Geri. Nem jött segíteni! Aztán itt van még Máté volt azért. Dólam, ne beszéljünk. Geri vezet, jó? Geri vezet. Nem. Meghalok nem. Még gyors egyszer, ha kell. Nem kell. Nem kell. Egyszer lassant pótolni kell, ha most akkor nézem a szinteket tudod, is, hogy 42-esek. Hát mi azért nagyjából hasonlóak vagyunk szintek tekintetében, ugye Máté is, Andris is, Kostyáci is 42-es, tehát mi nagyon, aki kiugró, az mondjuk Magor, Magor mondjuk ő nagyon kiugró, ő elhúzott, Róka is azért a nyomában van, tehát, és hát jó, nyilván aki meg kevesebbet játszott, mert Joe, meg tehát ők nyilván kevesebb, de azért mi így többiek, akik úgy körülbelül valószínűleg hasonló ideig játszottunk, tehát mi hasonló szinten is vagyunk. Nem látom, benne lehet. Magor találtam, kész aranybányát itt. Bár én már vissza se találom. Hol Siki? Jó Róka? A házba. Na persze, mindjárt. Beri az oldalán. De ha bent van, akkor... Jó, akkor az érdekes. Egy rakétavetőt és egy ammót. Ammót, igen, rakétavetőt. Persze, hát én... Én örülök neki, köszönöm Anita egyébként, ez csak, hogy válaszoltál. Csak hát én örülök is neki, hogy... tartják velünk a kapcsolatot. Jön egy madár. Tényleg, az is egy fecske. Hoppá, nem is egy. Nekem én megyek előre. Te meg, ha akarod, akkor szedjet. Már van nekem is majdnem 2000 olajtalajom. Piros szemű fele. Mi a fele? Itókát nem kell? Van innivalóm. Még 7. Hát adhatsz, mert már csak 6. Ezek hova szaladtak? Na. Köszi. Geri, ne bicskázzál! Azt mondja Anita, Geri, hogy a nagyon ügyes, hogy a fontos a dekoráció. Jaj! Igen, és hogyha nem lesz kajánk, akkor megesszük a füvet. Hú, az anyád. Inkább megyek szedmezt a majuk. Inkább megyek kedvezt a majuk. Megesszük, hogy elszívjuk. Innen messziről így ilyen lelőni, ja. Ezt szinte lehetetlen. Majd becsavarjuk Gerit és elszívjuk, ez még jobban hangzik. Inkább megyek... Jó magas a fel. A növény. Kis kanibál. Na, az is kanibalizmusnak számít, hogy el akarom szívni. A kánya mit akarott? Hát, vannak, nem is egyedül van. Mindjárt lelövöm Sotival. Hát az egy kicsit messze van. Sotival. Akkor pisztolyjal. It's kind of a stream. Axel, itt van a kedvenc angol barátom. 6. Hi. Ja. Beszélges fel, Axel. Hi, Mihály. No problem. Na, egy csókát lelőttem. Én is. Itt a tetőn. Az jó. Adott 50 tollat. Itt valaki még bedobta ezt is. Ez miért kell? Miért kell ez a sok szög?
magamnak indítottam el 10 szöget. Ne is róka! Ja. Jaj, kellene ajtó. Na, akkor még csinálom kettő. Miért vergődsz? Kérsz kukoricát? Már megint téhenhalás szélén állok. Egyél virágot. Ja. Na, ez mennyi lesz akkor ez? 6. A növényes láda meg, hol van? Tírek, ez 16 blokk durván, amennyi... Amennyi eddig kinéz belőle. Növényes magva. Kertés. Hát az már úgy valami. Jó, ha látom. 16 blokk, és akkor még... Hát még majd kelleni fog, az biztos. De még ez is itt még van. Olvad. Még magva. Olvad ez is, de azért... Megvan, csak látom? Nem láttam, már sötét volt. Hát máshol is csinálhatnál, ahol esetleg nem folyik gyártás valamelyikben, nem tudom, mindegyikben. Ez az olyan szintlépés. Hát itt a bal szélsőben, abba csinálhatnál szöget magadnak, Máté, a bal szélsőben, mert ott csak olvasztás megy, és gyártás nem. Jó, már is vissza. Várom az acélt, nincs lejárt az összes acél. Szerintem le. Csak azért, mert akar 10 szöget csinálni magának, de hát az 10 szöget azt építés tud a bal szélsőben csinálni. Építés segédben a szeg. Jó, mindegy, csak ebbe is van 12 még itt beolvasztva, csak én meg itt dolgozok benne. Melyikben nincsen szén? Ha nem hát, okay. Hanem csizmában. So no more clay, no problem. Táblát hogy írják ebben a játékban? Signa. Vagy call, ez szenet írt, inkább nem. Ja, én rosszul na, írtam. Igen, az, hogy a... Hogy a szenet írt. Kismennyiségben található a bányában a Signa 1M. Már az kodadja. Röviden. Thank you. Jól van. Hát én nem tudom, én azt mondom, srácok, hogy itt most úgyse váltjuk már meg most a világot, így este. Én is még itt olvasgatok egy kicsit, de igazából nem nagyon. Na, és akkor, hát mondom, a horda az ilyen nem fér bele, mert ez még innentől 2 óra múlva lenne a horda. Úgyhogy azt, úgyhogy az így nem lesz benne. De jó pont, akkor kéne már... De hát majd elmondjuk, hogy mi történt. És... miért az a címe, hogy a kicsizmába? Hát kérlek szépen, mert van egy ilyen Piedone film, de hát ugye ez a címe, de amúgy csizmába vagyunk. Tehát az jelenti, hogy nem ágyban párnák közt halunk meg, hanem harc közben csizmába, tehát ennek ez a lényege. Új csizmába. Ez lenne. Hát főleg úgy, hogy te sose halsz meg. Szóval hát jó, én viszonylag vigyázok magamra, igen, de szóval ez a lényege, hogy van a különbség, hogy ágyban párnák közt, vagy pedig csatában, ruhában, csizmában, stb. Hát ez valami ilyesmi lenne a lényeg ennek. Jó, sárga hát... gumicsizmában, nem? Én nem halok. Én nem tudom, amúgy ti hogy tervezitek? Kostya Lacit is kérdezem már, mint fő játékos, Magort, Rókát, ezt még ti még ma este hordáztok is? Még maradtok benne? Én biztos megyek dolgozni. Ja, te mész dolgozni. Ja, te amúgy is mész dolgozni. Jól van. Hát akkor... Halasszuk holnapi live-re. Jó, hát ez a másik, tehát hogyha ti benne vagytok, akkor viszont elhalasztjuk holnap, és akkor nem lépünk be, csak a horda miatt, és akkor látni fogjátok ti is, mert akkor a nézők is. Előlem oké. Okay. De csak annyi, hogy most tényleg... maga alá temet a fal. Nem fog, tehát már fel lesz addigra felupgrade-elem, tehát még ugye itt is olvad, meg még a holnapi nap estéig én még ütök annyi követ, meg lesz annyi, hogy én azt még felupgrade-elem, úgyhogy nem lesz belőle gond, Miklós. Van is minden maga. Ezzel azt akarod mondani, Miklós, hogy nem mernél ott velem hordázni abba a kis rácsos ezébe? Én bízok Excelben. Még nem haltam meg miatta. Na, ez jó. Még! Ez jó.
Jó, akkor, de én szerintem mert abba is hagyhatjuk, akkor kiléphetünk, ahogy ti is már úgy gondoljátok, és akkor, akkor holnap innen folytatjuk. Én először beszéltem. Általában mindenes ládákat nyitva szoktuk hagyni, pont azért, hogy... Jaj, akkor már... Ha oda beledobás... Hát minden, Laci is menni fog, én szerintem Laci is menni fog dolgozni. Azért is. Jó, hát ez nem tudom, ez még itt el, nem sok van itt, de ez még itt innen kijön. Lesz egy kis vasam. A tűz az meddig így még 4 perc, az viszont kevés, akkor még egy ajtót, még egy ajtót csinálom. Én nem. Gedi vs. Holdaváró, Holdaváró. Mert így ez 9, az 8, hát még az is kevés lesz, de, majdnem. De majdnem jó. Ahoj, malac. Jól van. Na, tehát akkor én köszi tényleg a figyelmet, akkor itt vagyunk, hogy következő nap, tehát holnapra akkor elhalasztjuk ezt, akkor kilépünk a szeróról, és akkor holnap innentől folytatjuk majd, és akkor holnapi nap pedig a horda lesz, aztán majd meglátjuk, jót. Jót fogunk kacagni biztos. Hát ugye van több lehetőség. Most nem tudom, Magor, te mondtad, hogy ezt nem hordavárónak akarod használni, akkor te végig is hol hát, fogsz hordázni? Persze, hát egy nap alatt az föl lehet, hogy abban védelni, hogy ott... De te hol fogsz például? Te abba a korábbi nagyba akarsz? Hát ebben a kicsibe szerintem. Na, mert én is. Csak mondtad, úgy valahogy mondtad, hogy nem horda, nem hordaváró, de... Nem, eredeti funkciója nem az lenne, csak ha itt sikítós jött ránk, akkor mindig szétverték alattunk a házat, hogy legyen valóan kifutni vagy. Én beköltöztem Axe Holdavárót. De az is csak ilyen három személyes maximum, mert jobban nem tudjuk ütni őket, tehát annak az ablaka is olyan, hogy hát nem tudom, szóval nem olyan sokan nem férünk el benne. Sokan nem férünk el, vagy pedig körbe lehet ablakozni, és akkor mind a négy irányból is jöhetnek rá végül is, attól függ, hogy de ezt akkor majd fel kell egy kicsit... Axel, hoztam neked egy szobanövényt a holdaváró. A tetejére tett fel, jó? Az ott jó hely lesz. Na, akkor én azt mondom, tényleg megköszönöm a figyelmet, és akkor már itt nem nagyon nyomkodom, mert tényleg ez most nem nagyon történik már itt semmi, hanem akkor kilépünk. Nem is tudom, hogy vagyunk még itt, mert ja, vagyunk még bent, jól van. Igen. Jó. És akkor holnap horda. Na, köszönöm szépen, szép estét nektek. Valaki elolvasom már malacot, valaki felhozza nekem dióhéjba ennek a játéknak, én nem igazán vágom. Na hát csak dióhéjba gyorsan, dióhéjba elmondom. Van egy zombi apokalipszis, kérlek szépen. Nincsenek túlélők, vagy illetve csak mi vagyunk gyakorlatilag, tehát nincs senki. Köszönöm a feliratkozás közben, nem jeleztek ide a szám egyenlőt. És... lényeg az, hogy zombi apokalipszis, mindenütt zombik, ilyen-olyan, nem olyan, vannak állatok, emberek, abból is sokféle, ilyen-olyan, vannak ferálok, amik futnak, van, amik nem fut, csak bicegnek, lényeg az is, hát hetedik, és a játéknak a lényeg az a nevét, és onnan kapta, hogy 7 naponként jön egy horda, egyre erősebb horda jön, hát mi is egyre erősebbek vagyunk, ahogy fejlődünk, de ők is egyre erősebbek, és hát mindent megtesznek azért, hogy mi is zombivá váljunk, vagy jól lakjanak velünk. Szóval ez, nagyjából ez a lényeg, és hát ebbe azért lehet kraftolni, lehet építkezni mindenféléket, tehát nem csak a harcról szól, hanem kreatívan lehet is csinálni, ásni bányákat, építkezni, hát rengeteg sok mindent. Nagy idióhéjben ennyi a lényege. Na, annyi a lényeg, hogy túléld a zombi hordát. És hát nyilván ez, de hát nem csak a hordákat, hanem úgy az egészet. Na, köszi még egyszer, nem akarom már húzni az időt. Sziasztok, további szép estét. Sziasztok. 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 Hello.